Nos, szeretettel üdvözlök mindenkit a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom című játék következő epizódjában. Ott tartottunk a legutóbbi részben, hogy eljöttünk a mélységből, és... Várjatok. Oké. Okay. Szóval, itt bocsánat, nem voltam az OBS-ben benne, nem láttam, hogy mit írtok esetleg. Szóval, van egy csomó, szerintem ilyen szentély, amit felfedezhetnénk itt a környéken. De emellett ugye még mindig itt van Kukuriku Village is, ami alatt elméletileg, hogyha megnézzük a föld... Aha, értem. Szóval, hogy az elhagyatott Kukuriku Mine-ban, bár jártunk bent, de itt nem vettük fel. Sajnos azt, amit fel kellett volna, így nincs bevilágítva ez a terület. Pedig én emlékszem, hogy ideig is eljöttünk. Méghozzá pontosan szerintem innen lentről. A village-be szerintem most el fogunk menni azért, mert az öregasszony, aki ugye most betegen fekszik elméletileg, hogy megvásárolhassuk azt a stealth gear-t, amivel lehetne egy kicsit csöndesebben is nyomulni az ellenségeink háta mögé. Én úgy sejtem, hogy van hozzá elegendő növényem, hogy a gyógyszert helyre, és hogy létrehozzuk számára, csak hát azt nem tudjuk még, hogy mi a betegsége. A logika azt diktálná, hogy az öregasszony túl közel ment a bánya, vagy hát a Devsnek ugye a bejáratához, és a Gloom megbántotta őt, és most emiatt beteg. Csak azt nem tudjuk, hogy hol van, mert hogy vele még nem találkoztunk, csak a lányával, aki ugye elmondta, hogy mi ez a szituáció. Azt tudjuk, hogy az armorosnál van. Most akkor elméletileg tudnék itt főzni. A potlid érdekes módon még mindig itt van, látod ezt? Mint az előző részben, pontosan ugyanott található az a cucca. A lányok közben megültek egy kicsit pihenni. Mi lenne, hogyha csinálnék egy matériákból? Kellene az a sun. Sun, mi annak a neve? Mi az a növény? De az egyáltalán itt lesz? Jaj, amúgy meg paradicsomból is kellene egy csomó mindent csinálni, mert... Nézzük meg, hogy ez mennyit tölt vissza, 4 paradicsom. Á, ez 8 HP-s. Akkor lehet, hogy elegendő lenne mindössze 3 is nekünk. Kell a HP, mert az elmúlt epizódban rádöbbentünk, hogy amúgy megy lefelé a HP-nk, és... Hát nem igazán van semmi, ami nekünk ezt így tolná vissza, ugye? És akkor most keressük meg. Ez lenne az? Aha, ez. Jó, és hogyha ebből azt mondom, hogy hold, mondjuk 3. Sunny Fried Wild Greens, ez visszaadja az elvesztett HP-idból, aha, értem, 9-et, és hogyha most csak 1-et rakok bele, az 3-at ad vissza, hát kíváncsi vagyok, hogy a nagyinak ez megoldja a problémáját. Akkor csinálhatnánk még ebből néhányat, nem? Az van, hogy ugye, hogy... mindegy, csináljunk egy ilyet is. Ez 6 HP-t ad vissza. Jó. És hogyha a halakból sütnénk egy párat. A Hyrule Base az eléggé alaphúsnak számít szerintem. Sőt, hogyha összesütnék belőle 5-öt, akkor lehet, hogy el tudnám adni jó pénzért, mert ez a kaja. Aha. Szerintem ez a kaja, ez jó pénzért elmehet akár. Persze lehet, hogy nem. De nem baj, megnézzük. Oké, okay, ez 10 HP-s ez a hal. Itt lenne nagyon sok stamina visszatöltés, ebből kérek szépen legalább 3-at egybesütve. Ez 3 stamina bárt rak vissza, te Jézusom, hát nekem sosem lesz annyim. Egyet megettem véletlenül? Ez lesz az, ami a teljes staminát visszaállítja majd. Tehát, hogyha nem tudunk valahova felmászni, arra az esetre fogjuk ezeket megcsinálni, és akkor így felkészülünk mindenféle baromságra. Ez az ősi arovana, ez micsoda? Ebből is ütünk egyet. Ez csak egy szimpla hal, tehát ezt akár összesütheted ezzel is. Csináljunk egy ilyet. Jó. És majd most a vendornál el tudnánk ezt adni. Azok, akik ott nem jöttek ki túl jól fent, azok lennének azok, akik itt helyre kellene, hogy hozzák a boltnak a kínálatát, ugye? Tehát azokat meg kellene keresni. Hát én nem hiszem el egyébként, hogy ezen a részen nem tudunk ma túllendülni, mert amíg ez nincs meg, ez a sok minden, amit itt lehetne csinálni, addig nem is tudunk effektíven
tovább menni a sztoriban, tehát hogy így téblábolunk csak, miközben próbálunk rájönni a játéknak a kis elrejtett dolgaira. Itt van az, amikor beteg a nagyanyó, ugye? Nem, ez a fickó. Igen, fel kell, hogy ébresszik az ónárt, igen. Jó, ez meg lesz. Ez fent volt, ennek is adunk egyet abból a növényből, amit most hoztunk össze. Nem volt valami, hogyha begyújtottuk ezt a 4 izét tűzzel. De szerintem volt olyan. És az első, az ki fogja oltani a tüzes nyilvesszőinket? Akkor inkább hagyjuk szerintem, jó. De ez nagyon béna volt tőlem, bocsánat. Itt van paja. Álink mester, kell valami? Amíg nem tudjuk meg, hogy Zelda hol van, nem tudok neked segíteni. Haj. Maradj, amíg szeretnél, azt mondja. Értem. Tehát ez Zelda lesz az elsőleges célpont. Akkor viszont el kellene, hogy menjünk a főküldetést folytatni. Ami pedig erre van valahol. Értem. Szóval ez valószínűleg akkor a következő sztori állomás. Ha így nézed. És akkor itt, ha bejössz ide, és megpróbáljuk eladni a húsokat. Ja, állandóan játékmechanikákat tesztelünk, ez igaz. A szituáció otthon most elég kemény, azt mondja. De nem lehet, hogy Hateno Village-ben van ennek az... Nem tudom. Nem, itt van a nagymama. Ami a drága minden, mert a nagyit nem tudjuk visszaállítani normál állapotba, ugye? És hogyha most akarnám eladni azt, amit összefőztünk, ezeket a halbigyulákat, látod, na ezt mondom, hogy ezek 54 coinosak. Azért az nem annyira szar, hogy így random 54 coin. Ezeket megéri eladogatni, mert szükségünk lesz később majd a zsetonra is nagy mennyiségben. Jó, a maradékot meg megőrizzük pénz. Vagyis mi HP visszatöltési célzattal. 950-nél megállunk, megyünk tovább, viszlát. Van egy ötletem a játék végére, minden alapanyagot, amit van, elfőzött közben, kiülünk a kertbe, kinek mi van, és közben sütünk, főzünk, az igen. Nem lenne egy lehetetlen dolog, amennyi mindent összeszedünk itt, és próbáljuk őket ugye összefőzögetni. Jó. Hol lehet, melyik otthon lehet a nagymamának a háza? Nem tudom, próbálkozzunk szerintem. Ez 2 bolt, tehát a boltokban nem valószínű. Akkor csak erre lehet valahol az otthonuk, nem? Ezen a részen. Nem lehet, hogy ez az a ház. Várjál. Hát itt aztán rendesen össze van törve minden is. Ja, mert gondolom erre ráestek a romok. Igen, értem. Ahogy gyűjtögetek, beleférne 4 órába? Mármint, hogy... hogy olyan hosszú lenne? Vagy olyan rövid? Hogy érted? Ez egy üres ház. De hát nem lehet, de akkor hová dugták el a nagyit? Nem lehet, hogy ott szemben van, abban? Szegény beteg öreg, érted, az dugdosság. Hát lehet, hogy ebben van. Igen, ő az. Nos. Nem tudom, hogy ki vagy, de sajnálom, hogy így kell látnod, mondja Nana. Egy betegségtől szenvedek, és nincs erőm, hogy felkeljek. Aha. Beszélj Clarival. Milyen betegség? Szóval csak tisztogattam fent a dombon, túl közel mentem a kezemhez. Tudtam, hogy ez van. Megérintettem ezt a gloomot. Oké, ebben a korban már nagyon... Aha, jó. Most Leslie az, aki vigyáz rá. Kint kellene lennie. Nagyon aggódik. Na jó, de nekem van számára megoldásom. És akkor ez így nem fog. Nem. Tehát nálunk van, az lehetséges egyébként, hogy fogod azt a HP visszaállítót így. Nem. Tehát nem tudod holdolni az ételt és ledobni neki. Nincs olyan droppolás. Nem lehet, hogy ő meg itt van bent. De ő lezi, oké. Ilyen állapotban nagymamám HP-ja nem fog... helyre rázódni. Figyelj, de nekem van megoldásom.
Szóval utazó vagy, gondolom igazából nem számít, hogy ki vagy, ameddig szeretnél meghallgatni. Tudod, a nagymamám túl közel ment a groomhoz, most pedig ágyhoz van kötve. Porridge. Micsoda? Ez a porridge. Az egyetlen dolog, amit ő el tud intézni, az nem tudom mi. Azt mondja, hogy próbálta összemixelni a hozzávalókat, ami segítene, de semminek nem volt ennek hatása. Porridge-ot kell sütni. Mi az a porridge? Zabkása? De azt hogy csinálod meg? Én sem ismerem, hogy mi ez, de... Azon kívül, hogy mit tesz, amikor ezt megzabálod, gondolom. Aha. Van egy hozzávaló, ami ezt meggyógyítja. Igen, értem, de nem értem. Ja, aha, szóval, hogy a nagymamájának a kedvence a Hylian Rice, a Fresh Milk és a Wild Greens kell hozzá. Értem. Tehát rizs, tej, meg valami zöld. Oké. Nyugatra vannak kereskedők az úton. Aha, köszi. De nincs nekem ilyenem, tehát nem... Nem vettem fel eddig, ez mindenképpen egy megoldandó küldetés, egy sidequest. Nem vettem-e fel esetleg, melyik gomba jön elő? Rizs-tet. Rizsátot. Hát, ez Hyrule Herb. Nem, szerintem nem vettem. Sandalionban van néhány, de az összességében még nem elég, és nincs nálunk teljesen. Tejet vehetünk a boltban talán. De rizs nélkül mit sem érünk. Jó. De legalább most már tudjuk, hogy mi ez a porridge téma. Szóval az egyetlen dolog, amit képes megenni a nagyi, az nem más, mint egy zabkása féle szerkezet, és abban a házban sem voltunk még, ez az utolsó, amit megnézünk. Ez itt mi, egy aranyalma? Na jó. Abban mindig jó kaják sülnek ki. Ez itt pedig üres. Jó, akkor megvagyunk. Most van kettő feature fent a hegyen. Ők azok, akik elméletileg helyreállítanák az itteni boltnak a kínálatát. Tehát lehet, hogy velük kellene beszélni, csak még nem tudjuk, hogy pontosan merre vannak, de mindjárt megtaláljuk őket. Ilyenre gabonából és vízből áll ez a dolog? Azzal gondolkodtam, mi lenne, hogyha a kormány mondjuk 50%-os adót vetnek ilyen nagy streamerekre, mire azt mondanák, hogy akkor csá, nem folytatjuk. Ennek milyen lenne a visszhangja? Kimennének az utcára nézők, milliónyi nézőről beszélünk? Nem, nincs milliónyi néző, sőt... Magyar Twitch-en talán... 15 000 néző van összesen? Talán. De az már tényleg nagyon talán. Nem fog tudni felmászni oda. Szia, Proflakoszt! Egyébként pedig nehogy azt hiddám, Oricsigó, hogy nem kell adózni a Twitch után, tehát hogy nehogy azt hitt, hogy adómentes tevékenységről beszélünk, tehát így is ott van az, hogy a Twitch elveszi a kétharmadát a pénzednek, és utána még Magyarországnak a maradékból adózol. Tehát ezt nehogy azt gondolod, hogy ez adómentesen zajlik, mint olyan. Tehát ez nem úgy van, és hogyha így nem mennek ki az utcára, akkor ezután miért mennének ki, érted? A nagy streamereknek szinte kivétel nélkül van valami off tevékenysége, egy vállalkozása, vagy ilyesmire, amiben tevékenykedik, és amiből hát igazából megél, mert a csatornák azért nem hoznak nálunk olyan sokat, hogy ez így kifizetődő legyen, és önmagában pusztán annyiból meg lehessen lenni. Van persze kivétel, lehet hallani olyasmiről, hogy valaki mondjuk szerződtetve lesz egy másik platformra, és akkor ott havi bért kapnak. Érted? De azért nem ez a standard, hogy ilyesmi történik. Minden a nézők támogatási kedvén és pénztárcáján múlik, hogy érted? Tehát, hogy ez sajnos ez egy ilyen dolog. Meg hát a promóciók persze, de a promócióból szintén adózol, tehát ott sincs olyan, hogy ájzé, az ölembe húlik egy csomó pénz, jaj, de nagyon jó. Ezek a rohadékok mindent lenyelnek. Van itt egy fickó, aki ugye itt alszik. Várjál, ez lesz az a hely. Aha, itt vannak ketten talán, nem? Vagy már megint nem ott vagyok? Aj, édes Istenem, de nehéz ezeket megtalálni. Annyira el lehet tévedni itt a különböző romok között, amik tökre hasonlítanak egymásra.
Még itt is volt egy kőtábla. Ezeket lehet, hogy el kéne intéz. Na hát, olyat még soha nem láttunk. Ezt le is fotózzuk szerintem. Mi a fene? Egy aerokuda. Ami ráadásul egy ilyen furcsa bokoblint hordoz. A Patreonos kifizetések nem olyan negyedéves baromságok, mint a hígységnél. A Patreont akkor vonod le magadnak, amikor te úgy érzed. Tehát valaki havonta leveszi, van aki hetente leveszi. Az teljesen azon múlik, hogy te mikor akarod azt onnan levonni, mikor van szükséged rá. Az egész K-játékban el lehet tévedni. Én sem tudom, hogy most hova a francba megyek. Pedig itt az előbb már jártunk, és felfedeztük azt, amire szükségünk volt, ugye? Tehát, hogy van itt kettő fickó. Lehet, hogy ott szemben. Akik veszekednek, és akkor be kellett menni a romok közé, a bokoblinokat el kellett intéznem. Én szerintem ott fent is jártam már. Nem tudom, most nagyon keresem ezt a két fickót, mert úgy érzem, hogy ők a... Meg az alvó csávó is olyan. Fel kell ébreszteni, és akkor az int onnan kezdve használhatnánk. Nem tartják az összeget. Persze, az egy pénztárcaként működik. Ügyes az a bokobin, nagy izével a hátán is képes repülni, igen. Annak magyar csatornák, rengeteg feliratkozója van, rájuk gondoltam, ők azt mondják, hogy nem folytatják, mert a nézőik összefognának. A magyarok nem olyanok, hogy összefognak. Figyelj már. Országunkban egetverő problémák működnek. Olyanok, amiket más országban a nép nem igazán viselne el valószínűleg. És ennek ellenére sem mennek az emberek utcára. Ja, hogy ennek meg Heartitra fel kellett, ugye? Tehát ennek nem is a Sandilion kell. Így, szállj le arról! Jól van, bocsánat, elnézést. Tehát most el tudod képzelni, hogy pont a Teach miatt menne valaki is utcára, dehogy is. Jó, hát akkor egy Sandilion-t ráraktunk egy virágot, hogy érezze, hogy itt már elbúcsúztatták, mert egy koszorút raktuk a testére. És akkor ott szemben nem lehet, hogy ott... Nem, ott fent, ott, talán ott az, nem? Jön a vérhold. De hogy jöhetne a vérhold, amikor nem is intéztem el semmit? Istenem. Pedig az az lesz szerintem, ott kell felmenni. A vérhold miatt szintlépés következik a mobokban. Szia Kápeti, hogy vagy? Örök a Zelda, igen, csak most el vagyunk tévedve és nagyon keressük a továbbjutást. Ezek nem azok az izgalmas részek, amiket szerintem mindenki várna. Az a baj, hogy úgy érzem, hogy ma nem jó, nem vagyok jó ebben a játékban. Vagyis, hogy hát nem a játékkal van a baj, meg nem is velem talán, hanem az, hogy nem sikerülnek úgy azok a felfedezések. Lehet, hogy pusztán bele fogunk akálni az egészbe, és inkább elmegyünk a... És nem ez az a hely. Lehet, hogy jobban járnék, igen, hogy pusztán elmennénk a izére. Főküldetésre, és az előbb is erre jártam. Hát akkor ennek tényleg nincs értelme semmi. Nem tudom, hogy hol vannak azok a romok, amiket már láttunk, de most nincsenek itt. A két ficsúrral, akik azon veszekedtek, hogy akkor most éppen legjobb védekezés a támadás, vagy éppen most akkor a támadásra kellene rágyúrni egy kicsit, tudod? Itt volt egy szentély régen, emlékeztek? Nagy tündér mellett fent át kellett jönni ezen a hídon, és kb. Itt volt a Shrine quest hozzá. És ide kellett volna elvinni Impa mellől a gömböt. És azt sosem tudtuk szerintem, hogy kell elvinni. Bár lehet, hogy megoldottuk a játék vége felé. Nem emlékszem már. Sokkal hamarabb feladtad és elindultál főküldni. Nem csodálkozom. És mi lenne, ha ezzel fognám magam és inkább felszállnék? Az időt visszaforgatva. Ott voltak szemben, már látom, hogy hol lehettek. Jó, magasra feljövünk, de nem elég magasra. Innen még egy ilyen rakéta shield-el szerintem tovább mehetnénk. És ez itt akkor teljes Kukuriku Village. Aha. Nem mentünk elég magasra. Miket látunk? Ott is kavicsok vannak, csak befúródva. Az egész területen mindenhová
a lezúduló romok ugye kavicsokat fektettek. És akkor ezt kellett kitisztítani, és ott van a két ficsúr. Aha, jó, talán akkor meg vagyunk. Fentről nézve könnyebb volt megállapítani, hogy hol vannak ők. Na, itt egy gomba. Nem csináltad meg, pedig adtam arra a gömbre tippet. Mert nem tudtunk beszélni, nem jött be az a beszéd valami, nem? Oké, micsoda, kiírtottad az összes szörnyet? Wow! Tudásd azzal a kettővel akkor. Legyőzted a szörnyeket? Ki vagy te? Hát az nem semmi harc volt ott, Tolkien. Az biztos az lehetett. Oké, szóval erős keze volt mind a védelemben és a támadásban. Lehet, hogy mind végig ezekben az években én rosszul kezeltem ezt. Most már tiszta, mint a nap. Nem tudod legyőzni az ellenségeidet pusztán a védelemmel. Nem, én tévedtem. A támadással meg fog sérülni, vagy rosszabb. Oké, hát a fontos dolog az, hogy most már felfedeztük az igazságot, anélkül, hogy túl késő lett volna. Ki kell, hogy egyensúlyozzuk ezt a kettőt. És ez a harcos itt megmutatta nekünk az utat. Nem tudom, hogy ez egy jó jutalom el, de az Olkin tud egy kettő dolgot a védelemről, meg az offenzíváról. Kétségbe vonom, hogy egy ilyen harcos mintát túl sokat tanulhatna tőlünk, de örülök, hogyha segít. Tehát a rendelkezésre állunk a segítségben. Na, most, hogy a szörnyek elmentek, azt javaslom, hogy menjünk vissza a faluba. Igen, mert a Trissának a shopja ugye kifogyott a hozzávalókból. Az emberek most már mélyen vannak a problémában. Nem kellett volna törölni, tehát nyugodtan beszélhetünk politikáról, engem nem zavar egyáltalán. Giant Bright Bloom, hát ez mondjuk pont sokat nem ér. És akkor itt most ez... kell mennek a boltot, feltöltik, ugye? És hogyha most nem mész a boltba, akkor ez gondolom, hogy a rizs meg az egyéb összetevők elérhetők lesznek. Bocsánat, nincsen hangom. Iszok egy kortyot. Lehet, hogy pont alattunk van az a shop, ugye? Szia Dominik 87-es, vagy? Nem, ez az alvóhely, bocs. Egy kicsivel odébb vagyunk még. És hogyha ide jössz be. Ez az, aha. Megérkezett minden, tehát itt van vaj. Van répa, van tök. És van valami, ami üres. Tehát akkor innen is nem lehet előszedni. Kizárólag az útról, ami nyugatra megy. Tudod mit? Hát akkor majd elmegyünk oda egyszer. Ha megnéznénk az Adventure Logban a main questeket, akkor most meg kell találnunk Princess Zeldát. Hebrában a kanyon. Ez lesz az. Igen. Térkép. Most megyünk oda fel. Akkor megyünk északnak, jó? Innen. Ötször 500. De jól adta. Ja, hogy igyak még egyet? Oké, rendítsek. Az akkumulátorral egyébként most még magasabbra mehetnénk. Kettő cellát még bele tudnék vásárolni. És nézd csak! Lehet, hogy pont nála lesz a rizs. Itt van Beedle az előző részből. Szevasz! Mondjuk nála általában más dolgok szoktak lenni. Nyilvessző. Aha. Hát sajna. Nem az van nála, amire számítottunk. De nem baj, mert legalább veszünk nyilvesszőt. Az is fontos dolog. 120-ba kerül nála a nyilvessző. Nem is éri meg nekem megvennem. Hagyjál engem békén, szevasz viszlát. Igen, szevasz. És akkor elméletileg, hogyha itt felszállnék azzal a cuccal. Nézzük csak meg. Lehet, hogy hamarabb sikerülne elérnem odáig? Lehet, hogy csak be kell gyújtanod? Hát akkor egyszerű a dolgunk, ugye? Tehát így begyújtod, ide ráteszed, megállsz, ez mindjárt elkezd emelkedni. És hogyha erre rászerelnék egy ilyen oldalról fújó eszközt, ezt gondolom, hogy most nagyon-nagyon magasra fel fog menni, ugye? És akkor ott lenne a torony, amit még eddig nem is fedeztünk fel.
Ez nagyon menci. Ez nagyon-nagyon király. Itt vannak romok is, amiket szintén nem néztünk át. És szemben van a Hebra kanyon, aminek innen már talán látjuk is ott a szakadékát a szemben lévő oldalon. És onnan pedig a hegyről fel lehet emelkedni, egészen fel lehet menni valahová, de rohadt jó. Hát nagyon nagy király részek vannak előttünk, ugye akkor vágjunk is bele szerintem. Nem tudom, hogy a földön lett volna gyorsabb, mert hogy így most ezt nem tudod meghajtani. De mi lenne, hogyha csinálnék egy... Spear-t? Á, nem, nem éri meg. Menjünk inkább gyalog. Előbb a torony, aztán a többi. Iba 2000 ándon leáll a stream. Ah, Istenem, elkezdte már nálam is csinálni. Ez egy Twitch hiba. Szia Axi, jó pihenést, köszönöm, hogy itt voltál. Egy Twitch hiba, amivel semmit nem lehet kezdeni jelenleg. Balog már kötös, kösz szépen a követést. Üdít nálunk a vészkorbusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagyszarba kerülnél. Csak énekelj hangosan. Az őrületesen nagy baj, mert tegnap már másnál láttam elkezdődni. Amikor tegnap éjjel átrédeltünk, azt hiszem Czürmihez. És nem tudom, hogy... Tehát nincs is rá semmilyen megoldás. Iszonyat gáz, mert az emberek egyébként néznék a közvetítéseket, és kizárólag akkor a YouTube marad majd. Ott van Hestu! Hey! Azt a mindenit! Hát te csak így itt voltál. Azok a fák ott, annyira ijesztőek. Mondja. Igen, azok tényleg annak néznek ki. Hestu aggodalmai. Na hát, hát végre megvan. Jó, azokat én kivágom onnan, amiatt ne aggódjon. Azt meg kéne lövöldözni, mi? Egyszer. Áh, nem találom el még egyszer. De nem baj, nem baj, a fákat elintézzük. Várjál, el tudom egyáltalán intézni őket? Van bármi, ami hatással lehetne ezekre? Hát ez mondjuk pont nem. Remind? Nem. Gondolom, hogy ki kellene vágnom, nem? A Istenem, hát megüt. Meggyilkol. Ez nem lesz így jó. Akkor lehet, hogy begyújtom inkább. Az talán működne. Jó, úgy legalább Hestunak nem kell majd aggódni miattuk. A tüzet nem szeretik. Ja, a favágó fegyver is egy opció ellene, igen. De így már meglesznek. Kettő darab Hightail Lizard, na hát. És ezzel megvan a küldi. Ah, elmentek az ijesztő izék, mondja. De várj, ott volt kettő Hightail Lizard, jaj ne. Látsz engem? Te látsz engem? A Hestu a nevem. Én vagyok a Korok erdőnek a zenésze. Fent észak-keleten. A táncaimról és a marakáimról vagyok ismeretes. Oké, okay. Csinálok neked egy kis táncot. Oké. Okay. Segítségedért. De a marakáim nem működnek, korok szídekre van szükség bele. És hogy kéne táncolnom? Ha lenne egy korok szídem, akkor igen, tessék. Igen, tudom, tudom, berakom. Ugyanazt mondja el, mint a legutóbbi epizódban. Azon csalálkozom, hogy hogy nem ismer fel minket, nem? Hát szerintem talán a shield és a bóztás az kellene, hogy nőjön most nagyon. De a fegyver is kellene. Hey! Hát ez eddig nem ilyen volt, kérem! Hát ezt mikor tanultad ezt a táncot? Mi a fene? Hát ez őrület. Simán elkerültem Hestu, pedig itt kavérnyáltam. Ó, hát én megláttam lentről. Szóval boldog vagy vele? Hogyha még többet hozol, akkor ah, oké, okay, menjem. El ne menj innen Hestu, mert megőrülök. És jöhet a többi. Aha, legközelebb keletre fog menni. Sok szörnyetek van. Az utakon ezért veszélyes az utazás. Aha. Olyan helyet keres, ahol pihenhet.
kedveli az élettel teli helyeket, talán oda megy majd legközelebb, ahol sok az ember. Ó, várj csak egy kicsit, koroxidek vannak még nálad. Oké, várok egy kicsit. Jöhet a weapon stash. Őrületiség, a korogok is ott nyomják. Hát ez nagyon-nagyon jó. Nagyon király. Azért nem ismerek fel, mert a múltban vagy. Az előzőzően ismerjük kellett volna. Nem vagyok a múltban. Jézusom, Folti! 6 hónapra előre előfizettél? Hát nagyon szépen köszönöm. Hát azt nem is lehet kellőképpen megköszönni. Őrületes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Azt mondja, hogy elmegy keletre valami élő helyre, vagy élettel teli helyre, ahol pihenhet. Megvan Hestú, és akkor innentől keletre kell innen kergetni. Nem lehet, hogy nem, mert ez délkeletre lenne, akkor biztos azt mondta volna. Mindegy, a lényeg, hogy most már legalább megvan, és akkor egyáltalán több lehet a fegyverben. Felmászunk ide, és még egyszer nagyon köszönöm. Mindig a 6 hónapost választom, olcsóbb és lusta vagyok. Hát de figyelj, tök jól teszed, hogyha támogatni szeretnéd a csatornát ezzel, és még a izére is szükséged van, ugye. Badge-re, emotokra, mindenre. Amúgy meg már elkezdtük Largarétamányan az új emotoknak a... Ide be kell menni alá. Létrehozását, szóval... Szerintem amit látni fogtok majd, az nagyon fog nektek tetszeni, azt gondolom. És nem azt mondom, hogy újzi, akkor fizessetek elő meg minden, hanem azt mondom, hogy aki eddig megtette, az annak kedveskedek egy teljesen új szettel, amire én azt gondolom, hogy tetszeni fog majd nektek. Csak Zelda van a múltban. Szerintem is Zelda van a múltban, igen. Ó, itt meg lehet állni, de jó. Már nagyon várod? Nagyon fog tetszni szerintem. A csajok biztos nagyon tetszikelni fogják. És látszok, hát meg, azt már meglátjuk. Ezeket a halakat össze kéne szedni. Itt bent gondolom, hogy megint van egy olyan gem, amiről nem tudunk semmit, és gyűjtögetni szoktuk őket, ugye? A legegyszerűbb dolog ezeket a halakat összeszedni, nem mondom. Hát elúszott alattam. Rankon megállnak alá... Á! Jó, menjünk ki a vízbe, miért megfulladunk. Hát ezeket nem könnyű összeszedni, nézd meg, hogy hová úsznak be. Nem tudod elkapni a halat onnan lentről. Hát akkor mit lehet veled csinálni? Hát maximum kilőni így. Hát ez is valami. Várj! Ezek a halak nem jönnek fel a víz, te... Ajaj, van egy számodra kedves témel, akinek nagyon tetszik ez az imót. Na, ne csinál. Ismerjük is esetleg? Ez tönkre fog menni ez a hammer, az a baj. Itt van egy szentély! De jó, hát ez tök jó. Ma még amúgy sem szentélyeztünk, ugye akkor hadd szóljon. Így az mondjuk nem a kedvenc dolgom. Jaj, ne. Jaj, nagyon ne, te hülye. Jaj, Jézusom, mászunk azonnal fel onnan. Hopci. Azt hittem, hogy itt felmászhatok, mint ott. Nagy a baj. Ez jön utánad. Nézd meg, jön utánad. És mit tehetnék? Meg fognak ölni, ugye? Menjünk erre. Itt csak nem jöhet fel. Ja, ez nagyon para, igen, a sok kezével, meg minden. És akkor bejött idáig. És még mindig itt van. Elintézem vajon? Vagy eltűnik? De hogy fog eltűnni? Ez itt várja, hogy mi legyen.
Erre jó sok nyilvessző el fog így menni viszont. De hogyha magad alá robbantasz, akkor meg az a baj, nem? Le lehet ezt dobni neki? Ah, ez nem rossz. Ez a fire fruit, ez jó. Hát de hogyha nem találd el, akkor tök mindegy mi van. Várjál, lehet, hogy úgy kellene céloznom, hogy... Aha, talán működhet. Hát ez az égés, ez semmi. Akkor inkább maradjunk a bomba gyümölcsnél. Valamit segít, de nem túl sokat. Ez jobb volt, kicsivel jobb volt. Még. Ennek az íjnak lőttek. Jó lesz, megoldjuk valahogy. El ne tűnj onnan. Ha már idáig kiirtottalak. Ez dupla lövés volt. Megvan. Phantom Geno... Mit csinálsz? Mi van? Wait. Várj, az... Oké, az most nem egészen az, amire számítottunk talán. Phantom Genon. Hát ide a nagy shieldet elő kell, hogy vegyem. És akkor most mit fogok csinálni? Hát nyilván a legerősebb fegyver kerül a kézbe. Ez kétkezes? Akkor maradjunk egykezesnél, így. És együk tele magunkat. Phantom Genon? Felszínen találkoztam vele valamit egyszer, csak meghalt. Arra tippek, hogy a nap volt az. Hát a sötétségben vagyunk, ugye? Ki kell próbálnunk valami nagy fényt adó cuccot akkor ez alapján, amit mondasz. Hát ez valóban úristen very big. Csináljunk egy 3 HP visszatöltést. Nálj bele! Szép. Azt a mindenit! Jó. Látom, van damage-ed. Kevés azért valahogy. Úgy érzem, hogy akad. Jó, és akkor ebből még a matériáknál eszünk 2 almát. Kelj fel, inkelj fel! Gyerünk ki onnan! Nem jó. De ezzel a technikával működhetünk. Istenedet. Megeszel 2-t, és megpróbálsz rátölteni valamit még. Mivel tudunk... Hát... Várjál. Full recovery és plusz 1 HP. Elé. Ugorki, Link, ugorki. Hátra, szalad. Megtápolj, gyerünk. Ez nem úgy történt, ahogy én gondoltam. Ez nagy, ez... Oké, ez nagyon szépen megy. Gyerünk. Fegyver a kézbe. Istenem. Hogy tud így eltalálni? Ki gondolta volna? Ez jónak tűnt. Nem baj, még élünk. Csak béna a technikám mellene, úgy érzem. Ezt okosabban kellene megjátszanom. Nem nagyon van kajánk, ami a HP-t adja vissza. Mindenre van valami. De nem elég jók. Na hát ilyen kis HP-sokat is csináltam, de milyen, minek? Kell ezután főznünk valamit. Ez 8 HP visszatöltés, eszünk almából. Kelj fel, Link, gyerünk. Gyert fél HP-nál van. Szállj ki belőle? Nem merek közel menni, az a bajom. Nem tudja megcsinálni, gyerünk, egy perfect dodge kellene. Felnézzek rá. Megvan! Gyere ki belőle, gyere ki! Muszáj egy flurryt beadnom. Nem jó, később.
Nem jó. Túl korán ugrok el és eléri. Mi az a citrom? Nekem mióta van ilyen sok futom? Próbáljuk begyújtani. Szép. Ezt nem adta be, pedig be kellett volna. Pedig jó. Oké, így most már le fogom verni őt. Phantom Ganon, beszarsz. 5 HP-t kell visszatölteni, hát ez 6-os. Nem jó. Nem álltok bele a kulájában. Mi lenne, hogyha... Á, nem, ez így lesz jó. Ez a nyilvesszőlenség, ez nem a kedvencem. Az isteni... Már elnézést. Ennyi alma a világon nincs, amit bezabálunk, igen. Igen, megvan. Ez most komoly? Úramatyám, de nem lesz visszaéledés, tehát ezt nem szabad többet eljátszanom. Mi ez, ami visszaadja a teljes HP-m? Mondjuk ez. Hát, nem mondod komolyan! Erre képes végtelen ideig szállni. Tudod, mi lesz? Eszünk néhányat és megpróbálunk. Ez nem lehet, de ez most komoly, tehát ekkora nagy range-e van a támadásnak oldalirányba is. Hát mit tudnék csinálni? Hot weather attack. Ezeket nem használtam el, muszáj főznöm. Hát akkor viszont egy dolog maradt hátra. Növényekből zabálunk. Jó volt, most. Jó, megvan. Gloom Sword, na eddig ilyenünk még nem volt. A Gloom, ami rajta van, a viselőjének a HP-ját szépen lassan lesebzi majd. Az őrületes. A Demon King íja. Minél nagyobb a max HP-d, annál jobban nő a támadási értéke. Az egy katana? Aha, ami téged is sebez. Hát nem számítottam arra, hogy szembe kell néznem ide lent. Phantom Ganonnal. Isten tudja, honnan szedték elő. De nagyon jó volt az ötlet, egyébként tetszett, ami mögötte van, hogy így elintézed a kezeket, és akkor valahogy elő lehet őt is húzni. Ez egy nehéz fight volt. Nehéz volt, mert nem sikerült a... nem sikerült ügyesen kitérnem a támadásai elől, sajnos. A Luminous Stone-ok azok drágák. Ezt mindenképpen kiszedjük innen. Melyik volt a játék, ahol a véres katonát használtuk? A Bloodborne, a Dark Souls 2, Dark Souls 3. Megint van egy samurái kard, igen. De látom is, hogy mit kell tennem. Őt le kell onnan szednünk például. Kellene valami kavics, ugye? Amire összerakjuk ezt a cuccot. Nem látok most itt egyet csak környéken. Egy hárt itt rá a föld, de jó, akkor megvan a küldetés. Itt vannak a kavicsok. Fúzionáljunk egy kicsit. Ezzel legalább össze tudjuk törni itt a farm cuccokat. Az én bőr meg 15 darabja, úgyhogy az meg amiatt jó. Roxalt 2 darabja. Most így pénzügyi tekintetben nézve. Karda lebegve közeledik feléd és vörös haja van. Hát igen, ez kicsit malénia. A dupla íjakat viszont ne használjuk el annyira. Megvan még egy bubulgem. Még mindig nem tudjuk, hogy mire való, de már 15 darab van belőle. Ilyenre is pályázom egy katonár, de nagyon drágák. Hát még a replikák is.
nem volt nálam az eszköz, amivel könnyebb lett volna. Remélem érted, hogy mit akarok mondani. Hát remélem, hogy nem értem, és majd rájövök inkább. Bloodborne, igen, igen, abban volt véres katona, bizony. Isten királyjáték, kedvenc szózom. Hát szóval Nike-om inkább. Itt volt lent valahol egy szentély, ugye? Gondolom, hogy ez szentély ahhoz kell, hogy a... Talán itt fent jobbra. Hogy működés képes legyen a fenti torony. Ha, az itt van. Ez a Taki Ihaban szentély. Taki, esetleg itt vagy? Hallod? Benne vagy a játékban. Ilyen megnézzük, hogy Taki milyen... kihívások elé állítja a karakterünket. Hát igazán szép 600 körül volt, még hasonló gagyibb is. Jézusom. Hát az valóban nem egy olyan pénz, amit az ember kifizet egy porfogóra, mert mégis mire használnád, ugye? Ó, értem, ide csak be kellett sétálnom. Egy nagy zonai charge. Az is jó. Meg egy kis extra. Összeszedünk mindent is, úgy lesznek meg a megfelelő eszközök ezekhez, azt akartam mondani. Ja, igen, igen, értem. Kevesebbet kérdezősködnek, amikor a kardon a falon, mint a puskák. Mind hatásait ott legális, értelek. Nem tudom. Figyelj, nekem van egy íj a falamon. Azt nem lehet hatástalanítani. Mondjuk kihúzni is rohadt nehéz, mert 55 fontos. Ahhoz igen kemény húzóerő kell. Szerintem valami 25-28 kilóra jön ki. Tehát, hogy mint hogyha egy képzelje valamit, ami 28 kiló, és akkor így el kell húznod hátra. Az nehéz. Mármint persze kihúzod egyszer-kétszer. De mondjuk, hogyha százat szeretnél lőni, az azért már emberi erő kell. És most ez megvan. Kijövünk innen a felszínre. Neked egy fakatanád van. Az is mencén hangzik. Ilyen felszínre, egészen magasra jöttünk. Mondom, hogy a torony az nincs megoldva még. Ja, mert ráadásul nekem oda be kell mennem. Szevasz. Ingyenémből. Hát azért most rendkívüli módon elhasználtunk mindent, úgyhogy főznünk kell. Az a szentély vajon meglett? Nem, még nem. Mindenképpen tennem kell oda egy jelölőt, hogy tudjuk, hogy ott is van. Gyroszkóp, segíts. Ó, hogy nem rakadsz le több pint, jó. Mondjuk erről talán már leszedhetem, ami itt van mellettem, ugye? Igen, és akkor cserébe lerakatom azt, ami oda megy. Gyroszkóppal inkább, úgy. Tökéletes. Rövid áram születem volt, még a modem se indult újra. Az igen. Hogyan oldod ezt meg? Úgy látom, hogy oda kimásznék. Hogy mész ide fel? Nem lehet, hogy alulról kellett volna bejönnöm. Nem, mert megszakad. Staminám az lesz, amiatt nem kell aggódni, főztünk stamina növényt. Felmászhatsz itt, Link. Próbálkozik. És innen felemelkedni talán. Talán működhet. Nyugodj meg, Link, nyugodj meg. Nem lesz meg neki. Nem baj, felmászunk így kicsit felingdőlően. Jó. És ez most olyan aktív, vagy inaktív torony? Ne, aktívnak tűnik. Itt csak bemászni volt nehéz. Igazából annyira nem is volt nehéz. Jó, most akkor ez rendben van, mi pedig felszállunk vele. Beszkenneljük a környéket, hogy ismerjük most már ezt is.
megkérdeznétek a cseten azoktól, akik itt vannak és esetleg nem hallanak most, hogy a Twitch 2000-es problémája az fent áll-e még? Hú, itt aztán nagyon sok felé lehet mászkálni, vagy hát szállni. Jesszusom, rengeteg minden lesz itt. Mi az a nagy toronyod balra? Wow! Jött a szkennen is. Itt van egy szentély alattunk. Az Kukuriku Village szerintem, mert mellette van a kezem. Az adatokat szépen letöltjük. És ezzel megtaláltuk a Tabanta tornyát, vagy ez Hyrule Ridge-nek a tornya inkább? Szerintem Tabanta. Aha, és látható, hogy hol vannak a szigetek, tőlünk bal kéz felé helyezkednek el. Szavazásra gondolsz? Nem, egy egyszerű kérdés beírni a chatre, mert valaki lehet, hogy nem hal. Azt hiszem, hogy a Boricsigó mondta, hogy vannak problémák. Ez ott egy égbe menő torony. Visítés után elmúlik, érdeklődik, hogy... Ja, köszönöm, Folti, köszi. Ott alattunk van egy újabb emlékpont. Néhány frissítés megoldott, a hála a jó Istennek. Azt az emléket onnan ki kellene szedni, ha csak még eddig nem tettem meg. Ott van egy másik, ilyen magasságból már tök jól látszódnak ezek. Engedjük ezt el, próbáljunk oda átrepülni. Az micsoda? Ezen a helyen leugorhatnék, azt akarja mutatni. Mi ez a gyűrű? Aktiváljuk. Akármi is ez, aktiválni akarom. Nézzük meg. Várjál, mert innen lehet, hogy... kis Sandélion-t összeszedhetnék. Így is van. Van itt valami fehér virág is. Ezek meg Dazzle Fruit-ok, oké. Mi lehet ez a karika? Ezt nem aktiválni? Dehogy nem. Mi ez? Mi fog megváltozni? Nem lehet, hogy most valamire rájöttünk, ami... Mi ez? Ez egy portál? Amin, hogyha átmész... Courage Island. A bátorság szigete. Ez mi? Oké, látom már. Még nem tudjuk, hogy mi ez, de érdekes. Őrület. Mi a fene lehet? Hogyha megoldod, lehet, hogy kapsz valamit. Állj, itt glide-olni is kell. És ide érkezel meg a vízbe. Azzal, hogy ezt megcsináltuk, valami megjelenik az égben. Ó, egy Shrine Questnek a kavicsa. Sőt, egy egész shrine! Wow! Köszönöm szépen! Kedves tőletek! Tök menő hagyományos japán nadrágod van, király, úgy néz ki. Mikor mutatod meg? Hogy néz ki egy hagyományos japán nadrág? Az egy tündér. Lassan. Az fontos lesz. Össze kell, hogy szedjük. Á, hál' Istennek, megvan. És ott van még egy, meg ott is van egy. De jó lenne, hogyha lenne három tündérem. Ne szállj fel. Nem. Megvan. Ott a következő. Ott három tündérrel nem tudnak megölni minket háromszor. Az nagyon hasznos lenne. Hú, ilyen még sosem volt a játékban. Hallod? Szabályosan örülök neki. De tényleg nagyon örülök neki. Hát mekkora jó már. Aj, végre van három tündérünk. Hát ez nagyon-nagyon ritka. Ebben a végjátszásban legalábbis. Tegyük csak ide be, amink van. Nézzük meg, hogy itt mit lehet kapni. És akkor oldjuk meg az itteni szentét. Bár szerintem ezt nem kell majd megoldanunk, hanem pusztán annyi lesz, hogy csak bemegyünk és felkapjuk, ami benne van. Mi lenne, hogyha egy ilyen large zonai charge-ot tennék be? Mi van a hátamon? Egy shield, amire egy ládát erősítettem. Portable potok, balloon, portable pot, akkor itt semmi érdekes nincs ebben, jó.
De meg kellett nézni. Nem, hogy sok minden volt, sok minden lesz. Szerinted lehetség, hogy Zelda lesz az év játéka. Szerintem igen. Szerintem az lesz. Még sok játék fog kijönni, de látván a felhozatalt, ez óriási nagyot ment. És szerintem mint úgy, ahogy az elődje is, ennek mindenképpen évjátékának kell lenni. A kreativitás, ami benne van, a hatalmas tér, amit felfedezhetsz, az, hogy nem unod meg. Egyszerűen zseniálisan király. Nagyon jó. Üdvözöllek! Azt mondja, hogy ez a... ilyen... hogy mondjam, ez egy ilyen ünnep, ez a hely, vagy itt ilyen ünneplés zajlott, hogy teszt alá vessük a bátorságodat. Aha, és az pedig úgy, hogy az égen keresztül, ugye, hát dive-olsz, alámerülsz. Régóta senki nem jött ide, örülök, hogy te eljöttél, néztem, ahogy lefelé szállsz. Tudjuk, hogy fel vagy készülve, szóval... felkészültél a ceremóniára? Nem! Álljunk meg! Oké, hát előbb a szentély, majd utána ceremonizálunk, jó? Azt hittem, hogy önmagában az, hogy lejöttem ide, már az volt a megoldás, de ezek szerint lesz itt még valami más is. Ez miféle szentély? A Taunhee szentélye. Nem, ez valami más, itt meg kell oldanunk valamit benn. Firefox a legjobb, mert az nekem az jobb a céges gépen. Én nem tudom, most már egyre kevésbé vagyok kibékülve a Firefox-szal, úgy tűnik, mintha néha lassú lenne. Az Edge meglepően jó, hát azért volt rá, vagy nem tudom, 20 évig, hogy kipofozzák. Archery Combat Training következik. Van itt I, van hozzá nyilvessző. Jó. Ez a szentély tisztítja meg az ősi gonoszt. Aki beléptél ide, halld az instrukcióim. Feszítsd meg az íjad a levegőben, hogy lelassítsd az időt. Oké. Okay. Más támadás itt nem jöhet szóba. Nintendo-nak lennek is esze pár év múlva hivatalosan kidobhatná PC-re az Zeldákat, tuti rendesen fogyna. Hát fogyna, de nekik nem kell ez. Mindenük megvan. Így is, szerintem. Még mindig kell? Nem, szép munka volt. Jó, és mi lesz a következő feladat? Még többen jönnek. Oké, célozz és győzze az ellenségeid. Rendben. Meg vagyunk. Konstrakbú, meg a zónaid kardok, ezek mind király cuccok. Fel kell, hogy vegyük az összes lootot, amit itt szedhetünk össze. PC-n nem kell annyi teljesítménybeli kompromisszum. Hát, igen, ott azért már a... könnyen összejöhetne szerintem is a 60 FPS lazán. Itt dobáljak el? Talán ezt a Traveler Spear-t eldobom. Nézzük az íjainkat. Ja, hogy ez egy ötös bú. Akkor mindegy, akkor nem annyira erős. A Demon Kingnek az íját megtartjuk. Maradunk az ötös íjaknál. Így. És akkor ezeket a kardokat, amiket meg széthagytak. Nem ártana összeszedni, gondolom. A Zonaid Card az egy hatos. A Zonaid Powered Item. Traveler Swordot eldobjuk. Aha. És akkor erre pakoljuk majd rá, amit rá kell. Rockhammer fogjuk használni ugye arra, hogy farmolgassunk. Jó, felvettünk kettőt, aztán a többit rá fogjuk, hogy nyuszira mehetünk. Szavaz Blizzike, jó estét! Hogy vagy, Mizu? Erős Construct Bow. Akkor az egyiket el fogom dobni. Ja, várjál, itt lehetett volna eldobni. Még szokatlan számomra, hogy a játék ilyenkor engedi, hogy... ami egy tök kényelmi megoldás, hogyha felveszel valamit és nincs hely, akkor eldobhatsz valamit és a helyre teheted. Megvan a második szentélyünk ma. És akkor gondolom, hogy ha dive-olunk ott a bátorság próbán, akkor meg lehet csinálni a következőt is majd. De lehet, hogy nem az lesz a jutalom végül. Ezzel meg is vagyunk. A második Light of Blessing-el ma. Hamarosan elindulunk a fő küldetés felé.
Csak ezt a tornyot szerettem volna megcsinálni még előtte, és hát mint ahogy a szokott lenni, belefutottunk valamibe, amit viszont nem kéne ott hagyni. Tök jól néz ki ezek a gyűrűk ott az égben. Alatta látszik az elterülő Hyrule királyság. Itt kezdődik a ceremónia. Jó estét. Igen, igen, te vagy biztos a kihívó. Nem, várjál még nem. Még azért hadd mentsek egyet. Utána megyünk és csináljuk. Kezdődhet. Lehet, hogy nem ismered a dive ceremóniát. Elnézést, hagyd magyarázzam el. Olyan tesztek, amik a bátorságodat hivatottak le, vagy próbára tenni. Ez egy rítus, amiben a zonái fiatalság come of age, tehát hogy ott válik felnőtté. Starting pozíció Sky Island messzire innen. Onnan kell leugranod. Át kell menned minden gyűrűn. Meghatározott idő alatt. Sok szerencsét. Oké. Megcsinálom. Ó, egy dolgot elfelejtettem említeni. Egy zonai charge. És ott fel kell, hogy ajánlj. Jó, persze, tessék. Kevés van belőle, mert évek óta nem hozott senki semmit. Persze, tessék. És ezt időre meg kell csinálnom. 35 másodpercem lesz. Akkor dive-olni kell, tehát tényleg dive-olni. 3-2-1, Jézusom. Oké, mert... Várj. Így. Eddig jó. Nagyon jó. Sőt, a legjobb. Kész. Majdnem 10 másodperc alatt meg lett. Ez nem is volt rossz. Tanulja voltam a bátorságodnak. Oké, nálam van a felnőtt korodnak a jel, nem tudom mi a jele. Tehát, hogy a valami ilyesmi kiérdemelted. Kaptam egy glide shirtöt. Skydive mobility up, tehát hogy akkor jobban tudunk az égben lavírozni. Lehet, hogy a 20 másodpercet is le tudnád győzni. Hát most 24-nél jártunk vissza. Hát de gondolom, hogy meg kell csinálni, de 20 másodpercet is, az hogy? 20-nál kevesebb másodperc alatt kell megcsinálnom. És akkor mit fog adni? Lehet, hogy még egyszer pénzt. Lehet, hogy pénzt. Mellé! Pedig jó lett volna. Majdnem megvolt. Szükség lesz, hogy felvegyük azt az armort, mielőtt neki kezdünk ennek, úgy érzem. Sajnáltam, mondom, hogy nem csináltad meg. Nem, ezt most kiadjam, bocsi. Először fel kell, hogy vegyem azt, amit kaptunk. Oké, most meg lehetne csinálni. Van egy csomó zonai charge-om, miért ne csinálnánk? Mert... Szevasz, Jeges, mi a helyzet? És szaladás, és mert... Ah, most jobban tudunk lavírozni itt. Megvan! Éppen hogy csak, nagyon-nagyon éppen hogy csak lett meg. 1964. Wow. Oké, szép munka, új rekord. Gyorsabb vagy és bátrabb, mint az előző kihívó. Cserébe kapsz tőlem egy large zonai charge. Kérlek, mondd meg a neved, regisztrálok téged. Oké, értettem, link a neved. Oké, regisztráltalak. Nem akarom újra megcsinálni, köszönöm. Hát, zonai charge-ot kaptunk. Jó, mondjuk kettőt váltottunk, akkor egy nagyjá. Hogyha jól értelmeztem.
Jó, itt a szentély megvan, minden megvan, és akkor elméletileg elhagyhatjuk most már ezt a helyet, ugye? Mi az a nagy? Az mi? Hát, hogy neki kéne ugranom. Megnézhetnénk, hogy itt mi van fent. Dazzle Fruit. Ja, meg egy koroxid lokáció. Azt akarja, hogy ugorjak le oda. De mi? Hova? Ezt el kellett volna kapnom. Vagy most mi van? Ó, megérkeztünk a gombás helyre is, nézd, de régivel ellentétben ez most ki van zöldülve teljesen. A torony az ott megvan. Itt van egy szentély. Vajon ez a szentély, ez meg lett már csinálva? Ú, mennyi minden lesz itt még dolog. Nem fogunk most alá merülni, hanem inkább a szentélyhez megyünk, és itt nyílik a kanyon, látod? Ahová, ott is van egy szentély. Gyroszkóp. Nem engedi, hogy lerakjak még egyet, jó? Nem baj, a toronynál már úgy is látni fogjuk, hogy merre van ez. Ott van egy koroxid lokáció jobbra. És visszamehetünk az égbe azzal a kavicssal. Feltételezem, hogy én ezt még nem csináltam meg eddig. A rúnak itt szentély. Aha, addig nem volt felfedezve, szóval hadd szóljon. Nem csinálta azt még meg? Zöld spirál szerintem csak olyan szentélyeken van, mint amit még nem csináltál meg. Ja, lehetséges, aha. Hogyan lehet, hogy ezzel jelölik, ugye esőben jobban lehet őket látni, valamiért ez úgy van megoldva a játékban, hogyha esik az eső, akkor jobban látod, hogy mit nem csináltál meg eddig. Build to carry. Arra van építve, hogy hordozzon. Micsoda? Ott van egy láda jobbra fent, innen látom. És most fel kell, hogy... Nem értem pontosan, de mindjárt átmegyünk oda. Megvizsgáljuk a helyszínt innen is. Nem lehet, hogy most az lesz a lényeg, hogy végig kell vezetnünk a golyót ezen. De nem, mert ott a végén nem tud által jönni. Mi lesz itt? A feladatra vagyok kíváncsi. Tudod mit, fogjuk meg a kavicsot. Helyezzük be ide. Itt le fog gurulni szépen annak rendeltetési helyére. Igazából csúszik, nem gurul, de megvan, mert megfogja. Mi történne, ha ráraknék egyet smást? Nézzük csak meg. Méghozzá azért, hogy a végén majd képes legyen tartani. Négyet kapunk, mindent rá fogok tenni, jó? Ezek erőátviteli bigyulák. Így. Ezt még pontosan nem értjük, hogy mire, meg hogy, de... Aha! Jó, nem baj, jól csináltam. Ez jó lesz így, köszönjük. Még egyet. Most akkor a végső próba lesz az, hogy hogyan megy át akkor, hogyha csak egy oldalt tartja, ugye? Nézzük meg így ezt. Annak jobb lenne, ha magasabban lenne. És most, hogyha keresztbe ráhelyezed, akkor le fog csúszni. Jó, hogy így nem megy át. De hogy nem? Mehetsz. Várj! Inkább még nem menj. Majdnem jó volt. Várj. Azt ki tudod venni? Köszönöm. Jó, hát keresztbe, hogyha ráteszed, akkor mindenképpen legurul, gondolom. Úgy, méghozzá úgy, hogyha betámasztod, mondjuk így. Na, menjél. Na, kész is van. Nagyon jó. És akkor most kellene valami olyan alkotást létrehoznom, ami képes arra, hogy egy single bigyulán lecsúszson. Ez nem lesz annyira szuper nehéz. Ez akár működhet bölcsőként. És majd olyan sírként is. Ezek az elemek pont arra jók, ugye? Hogy itt megcsináld a kis beülődet. Erre megy rá, aminek rá kell mennie. Bár ez fentről is sem lenne rossz, de... Ez megy rá akkor innen. Engedd el! Húzd be, tedd rá. Ez fentről is jó lehet. A lényeg az, hogy...
Ha beakasztod... Ah, jó. Szerintem értem. Szerintem értem, hogy mi... Ja, hogy még azt össze lehetne szedni. Aha. Jó, azt majd később megcsináljuk. Egyőre foglalkozunk ezzel. Akasszuk rá. Nézzük meg, hogy mit csinál. A súlynál... Szerinted kibírja? Hohohoho, szarács! Nem! Nem bírta ki! Jaj! Ó, jaj! Akkor itt más tervek kellenek. Szerintem ez így nem nagyon jó. Hopszi! Milyen... szerkezet lenne jó... ami rácsíptetni. Van 4 darab. Azt add ide. Egyébként jó ötlet volt. Az ott van a tervem, hogy ráakasztam, és alulról berakom a negyediket, hogy körbevegye. És akkor semmelyik irányba nem tud ugye kiesni. Tehát csinálok most egy olyat, ami összehajlik. Aha, az nem jó így, hogy össze... Vagy de, így lesz a jó. Nem. Nem így gondoltam. De ki lehet próbálni ettől független. Lehajlik ez innen eléggé a súly által. Vissza. Fordítsd le. Ráül és elindul, ugye? Nem tudod megtartani? Tökéletes. Kell majd az idő. Kell, az idő lesz a kulcs. Feküdj rá. Alulról. Átívelő elem. Töké. Induljon el a golyó. Aha! Kis barátom! Csak fel kellett tenni. Na, és akkor nézzük meg, hogy mivel megyünk által itt a Tiszán. Nekem kéne az a láda. Lehet, hogy valami izé van benne. Valami fontos. Nézzük meg. Lefelé. Ha beleállítod oda. Ott már rajta van? Tökéletes. Jó helyen lesz. És van még elemem. Megvan. Akár feje lefelé is lehet, nem bánom. Az egész nem csúszhat el. Nem látom, minden nagyon messze van. Így. Nem mondjuk így se rossz. Sőt. Így még egyszerűbb. Kicsit azért bemozgott, de nem baj. Jöhet a láda. És ezzel megvan a teljes szentély. Arra gondoltam egyébként először, csak itt röltem. Már micsodát? Construct Bow 4-es atakkal. Ennek a helyére jó lesz.
fel is vettem, mehetünk. Hát azt hittem, hogy valami jobb lesz ettől, de nem baj, ez is kellőképpen hatásos lehet. Nagy ugrás. Kaszás pókokról volt szó. Jó hangzik. Na, és ez be is megy a helyére. Pedig megyünk tovább. Tetszett ez a kitaláció. És ezzel megvan a harmadik Light of Blessing. Ezeket megszerzni nagyobb élvezet, mint ami bennünk van. Amúgy igen. Igen, eddig egy-kettő eltérés volt csupán. Ami tényleg ilyen climbing gear, vagy mit tudom én, tehát ilyen szintű menőséget adott nekünk. Most azt gondolom, hogy a következő szerintem HP-ba kell majd, hogy belemenjen. Mármint, hogyha meg lesz a negyedik Light of Blessing. Bár a stamina sem ártana. Látszik, hogy azért vannak gondjaink a stamina mennyiséggel. Most ott vagyunk, annál a szenténél jobbra, pedig itt van a kanyon. Ezt a növényt vegyük fel. Még mielőtt tovább mennénk, azért nem nagyon ártana, hogyha megállnánk főzögetni, mivel van nálunk egy portable pot, csomó, 16, kiveszed, leteszed. Ja, de itt csak egyet lehet sütni, ugye? Jaj, igen, tényleg ennek az a baja. Jól van, hát ezt elszámoltam, bocsánat. Öt almából mi jön ki? Viszlát! Elfejtettem, hogy csak egyre jó. A küldetésünk az erre helyezkedik el. Ott voltunk a toronynál. Jól lejöttem onnan mi. Lehet, hogy a toronytól kell tovább menni. Álljunk meg. Felmegyünk a toronyra. Gyorsabb lesz onnan. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van velünk ma este. Remélem, hogy nektek is tetszik a játékbéli progressz és előrehaladás. Ami most lényeges lesz, az a főküldetés, ami mindjárt megyünk tovább. Csak muszáj lesz, hogy töltsek magamnak inni egy kortyot, bocsánat. Milyen érdekes, hogy van zene, nem? Nem sűrűn hallunk a játékban zenét. Szóval oda kell menni. Mondjuk ennyi erővel akár fel is lőhetném magam. És akkor meg skydivingolunk odáig. Az még jobb ötlet talán. Látod, innen már látszik is a torony teteje. Wow, ez olyan cucc, nézd meg. Ilyen glider menőség. De jó. Csak akkor úgy kellene elmennem oda. Hát, de olyan magasan vagyunk, hogy... Nézd csak! Ott van egy emlék. Ó, már megint 23 különböző dolgot felfedeztem a magasból. Mert ennyi eszem van azért. Hát... Így elméletileg mindig egy kicsit előrébb kellene, hogy kijöjjek, de nem. El tudok onnan glájdolni odáig? Hát remélem. Fel kell készülnünk a hidegre. Az ott olyan, mint egy ajtó, látod? Haladunk valamit talán. Elég, hogyha ide a széléig sikerül eljutnom. Nagyon hideg a levegő, semmi baj. Van egy meleg... Ja, hogy a meleg naci rajtam van. Na, akkor jön a tüzes fegyver. Talán innen. És akkor ott, szemben a falon. De rohadt forró ez a felszerelés, ez a kettő így együtt. Engedd el, Plás. Hát éppen hogy csak. Nem, erre várj, Link! Jaj, édes Istenem, mit csinálsz te majom? Hát nem leestél. Együnk staminát. Áj. Ja, hogy itt meg is álltál volna? Jó, mindegy. Nem baj, a lényeg az, hogy sikeresen feljutottunk. El stamina kaját is. Hát, végül is megettem, ja. Ez a hely... Az micsoda ott? Az egy lerombolt kunyhó. Az emlék miatt akartam oda szembe eljutni.
milyen forróság van, kisbarátom. Full Saflina. Heat resistance-hez. Ott meg kell, hogy találjuk, a hegyoldalban kell majd keresnünk, amit kell, de megoldom. Talán itt lesz fent. Talán ezen. Ja, óriási cliffhangerek történnek. Még repültél, amikor írtam, ja. Hát muszáj volt egy staminát elfogyasztani a stamina base-ből. Az a hal az nagy szolgálatot tett most nekünk. Itt kell keresnem? Egy újabb emlék, ami a sztoriból felfed majd számunkra. Valamit, amit még nem ismerünk. Valamit a múltból. Zeldával, a zonájokkal, és hát nyilván Ganondorffal kapcsolatosan is. Ganondorff egyébként nem egy teljesen új ellenség a Zelda világában. Talán ott van, azaz? Mert ő már több régi Zelda címben, ott van tényleg, és ez csak közelről, na jó, ez komoly, csak közelről látszik. Több Zelda címben is feltűnt már az idők során, talán két-három játékban benne volt. Porsék sehol sincsenek, mi történt velük? Nem tudom. Egy újabb emlékkel vagyunk gazdagabbak, nézzük. És onnan a magasból, onnan a toronytól még vagy két-három ilyen emléket is felfedeztünk. Pont ahogy gondoltam. Ez nem a világ, nem az a világ, amit ismerek. Olyan messzire vagyok a múltban, hogy ez az idő legendává vált. Szóval igaz, ez tényleg Hyrule alapításának kora. Számunkra is furcsa a jelenléted itt, Zelda. De hogyha te, mint Sonia, van egy titkos követ, és képes vagy a manipulálni az időt, akkor a történetedben azért van ráció. Oh, én hittem neki azonnal. Neked tényleg titkos kőre volt szükséged, Rauru? Bizonyítékul? Érzem a fény erejét benne. Itt az idő erejét is. És azt is érzem, hogy vér kapcsolatunk is van. Ő az anyukája és a... Micsoda? Amint, hogy korokra visszamenve, felmenői. Oké, szóval azt mondtad, hogy vissza kell térned a tekorodba, amennyire gyorsan csak lehetséges. Igen, mondja Zelda. Az én időben valami szörnyű történik. Vissza kell gyúsak oda, de ezt hogy tehetném meg? Egyáltalán azt sem tudom, hogy jutottam ide. Zelda, kedvesem, nem kell, hogy minden problémádat megold egyszerre. Miért nem jössz vissza velünk a kastélyba? De nem, hát én... Elmondjuk mindenkinek, hogy te egy távoli rokonunk vagy. Végtére is ez igaz. És adunk rá tiszta ruhát is. Biztos vagyok benne, hogy majd lesznek válaszok a kérdéseidre. Nem is tudom, mit mondjak, mondja Zelda. Szóval Mineru talán lehet, hogy neki lesz kora, vagy lesz megoldás arra, hogy visszajutasson a korodba. Mineru, azt mondod? Igen, ő sokkal többet tud az embereinkről, mint akárki más, és mint ki. Neki is van egy titkos köve. Ivatjuk őt. Ez tök érdekes lesz, amikor a végén majd összerakjuk a sztoriból a mozdulatokat. Lehet, hogy erre is rá kellene feküdni egy kicsit, nem? Tehát, hogy összeszedni az emlékeket. Mondjuk ahhoz a teljes térképet be kell járni először. És még az is lehet, hogy a föld alatt is lesz ilyen. Sárkánykönycse. Na, most, hogy ezzel megvagyunk, nézzünk körül ide fent. Hallani is ilyen híreket, ami nem igazán segít leküzdeni a félelmet, mármint hogy miből? Cső, barátom. Messze a torony, messze.
De legalább tudjuk, hogy van. Na jó, akkor menjünk végig a... kanyon fölötti részeken. Van néhány paprika. Amúgy a paprikából kár, hogy nem főztünk még eddig semmilyen. Ez nem is paprika. Ez egy üres növény. Valaki lelegelte. Ja, és nem is láttunk még a játékban eddig Lionel-t. Pedig most már itt több helyszín is adott volna hozzá. Ez Tabanta Village Ruins. Tabanta Village. De voltunk mi? De emlékszem arra a helyre. Van egy rózsdás pajzs. Egy Kite Shield. Na, az menő. Kite Shield. De mivel Hestutól nem kaptunk új slotot, azért nem fér be sehová. Na mindegy, akkor marad. Mondjuk megjelölhetném, hogy itt egy jóféle shield van eldugva. Nincs egy shieldes jelölőm? Na, rárakom akkor így fegyverre. Szevasz Daurot! Nagyon szépen köszönöm neked a 7. hónapodat. De kedves vagy! Nagyon köszönöm neked is. Foltinak is, mindenkinek. Nagyon hálás vagyok. Kösz is, kacok. Köszönöm, hogy segítetek, hogy a következő fejlesztéseket valahogy nyelbe üthessem. Most vásároltam egy céket, elméletileg hétfőn vagy kedden érkezik. A sokat fog segíteni szerintem azon, hogy a derekam ne menjen szét. Ezt a széket meg el kellene adnom. Mert hogyha valaki kevesebbet ül bele, akkor nincs vele gáz, de hogy ilyen sokat ülsz benne, akkor azért előbukkannak a problémák. Úgyhogy vagy lehet, hogy meghirdetem, mondjuk jófogásom vagy ilyesmi. Meg aztán ott van majd az asztal, amit még nem rendeltem meg, de megfogom. Az asztalon kívül a design, amiből már láttam nagyon jó képeket, azon felül az új emotok és még a lemezjátszó, tehát most öt felé fog menni a pénz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki valamilyen úton módon támogatja a csatornát. Bocsánat, itt a torkomat köszönöm. És köszönöm szépen a csatorna patrónusainak is a hozzájárulás, Szilajkának, Barkatának, Feketereteknek, Szuzinak, John Zutinak, Fülöp Hubának, Puki Bubinak, Irengárnak, Haxorznak, Paradicsomnak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacs Bének, Zsolt Bének, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Gévincének, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak, Dark Dawnnak és a titokzatos 27-nek. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítetek nekünk, hogy egyben maradhasson a csatorna. Lehet, hogy a 7 TV nem teljesen kompatibilis a Moki emotokkal. Telefonon tudom használni összes emotát, de gépen 7 TV pluginnal freakelnek meg, tier 1-eket nem látom. Az érdekes, mert amúgy nincsen más tier, tehát csak tier 1 van. Ez valami erős enemy. Itt vigyáznunk kell, azt hiszem. Kéne valami értelmes spear. Ha nem ez, hanem ez. Nice! Ez mondjuk egészen szép van. Mit csináljak vele? Ennek kellene valamilyen fejlesztés. Verjük el ezzel. Verjünk rá egyet a Groom Swordból. Azzal, hogy a kezembe vettem, már egyből beütött a baj. De nem baj, mert az visszajön majd úgy. Szépen lassan. Ezt a kavicsot fel, vagy mi az íjat fel kell, hogy vegyem. Ennek a helyére. Most dobtam el. Várjál. Talán így. De most ez 11-es volt. Ez pedig... így. Jó. Megvan minden. Mit dobott el? Bokoblin Guts. Kavics és egyéb királyságok, a HP-nk visszaállt. Hát azért egy igen kemény fegyver volt. Az lehetett látni, hogy bár könnyen megöltük az enemit, de milyen áron? Hát a saját HP-nk is lement. Most akkor oda kell bemennem? Ahol az istennő szobra volt az elmúlt epizódban, viszont az Ancient Guardiannek a tömkelege állta az utunkat még, amikor legutóbb erre jártunk, úgyhogy fel kell készülnünk, hogy... most meg lesz a balhé megint. Két tévével van valami, telefonon nincs és ott működik. Hát nem tudom, én bevallom őszintén, hogy nem annyira kedvelem ezt a 7 tévés hozzáadott dolgot. Mármint, hogy én is használom, de nem nagyon tetszik. Ilyen nagyon furcsa mozdulatokat csinál. Ilyen, na hát... az elfedett templomnál itt egy málhás összvér. Ez igaklán. Oké, tehát a igák azok bent vannak.
Már nem is emlékszem, hogy mi volt az, ami nagyon antipatikus volt. Talán, hogy nem tudtam kivenni valamilyen hülye beállítást, amit kitaláltak. Nem, várjál, nem jól csináltam. Ha így beírom, akkor jó, csak aki akarom keresni, akkor nem mutatja. Ja, az nem tetszett nekem, hogy össze-vissza berakott mindenféle emotot, és nem jegyezte meg, hogyha mondjuk miért használtál utoljára, és ez nagyon hülyének tűnt. Talán ez már a bejárat. Aha. És hogyha még fentebb mentem volna. Itt nem is fog átengedni. Ide jött el az öreg asszony. Lady Impa. Ó, annyira örülök, hogy te is ide jöttél. Őszintén Lady Impa azt mondta, hogy van valami, aminek itt a geoglifekhez köze van. Aminek itt ahhoz köze van. Nehéz volt ide eljutni, de azért megoldottuk, mondja Kadó. De aztán Lady Impa türelmetlené kezdett válni. A pillanat, amint levettem róla, a szemem még mélyebbre ment egyedül a templomban. Oké. Amint lekötöztem a hőlégballont, én is megyek utánatok, mondja. Jó. Úgy látszik, hogy itt tudsz csinálni utat magadnak, hogyha arra van éppen szükséged. Különböző ilyen fabigyulákból. Ez nyilvessző? Nem. Ez egy Dragon Bone bokóbó. Hát mivel hatalmas nagy damagéja van annak, feltételezem, hogy mindenképpen vinnem kell magammal. Mhm. Hát, Lady Impa. Na várjál, lent vannak a bokoblinok. És alszanak éppen. Most vagy lent megyek, vagy itt fent. De gondolom, hogy fent is tudnék. Először írtsuk ki őket szép csöndben. Tudok ilyet vajon? Piros az alap. A másik, az kék. És az valamivel nehezebb, ugye? Lehet olyat, hogy Snake Strike, és... Nem. Akkor maradunk így. Jó, ez jó volt. Nem tudták felvenni a fegyvereiket, szerencsénk van. Rockhammer és egyéb királyságok. Mi csinálsz? Eltörted? Jó, hát akkor felveszünk mégiscsak fegyvereket innen. Egy Wildberry. Ilyet még nem is láttunk eddig. Rockhammer az jöhet. Az is jöhet. Azt is kiszedjük onnan. Na, lássuk, hogy... Hová vezet ez a hely? Tudsz csinálni magadnak hidakat. Nehogy véletlen könnyű legyen ez a dolog, úgy látom, hogy... Száj lesz, hogy hidat képezzek. Mit csinálnak itt azok, mondjuk Lady Impa, akinek nem áll rendelkezésére ez a power, ugye? Hogy a francba megy át rajta? Reméljük, hogy ez így már elegendő. Szaflinából majd venni kell majd még néhányat. Felfelé. Így. Hát, kis barátom, necces. Szerintem ide kell lerakni, ez azért van így ide téve. Jó, megmarad. Oké, király. Megvárja, míg te megcsinálod neki. Nem, ő már állítólag előre ment. Ezért kérdéses, hogy mégis akkor hol a felében van? Emlékszem itt végig Ancient Guardian-ek voltak és az összes pajzsom ráment, hogy végig tudjam verni őket és be tudjak jönni ide. Hát nem mondom, hogy ez a legegyszerűbb dolog így ezzel a fegyverrel. Begyújtják a fegyvereiket. Naha. Mindjárt megmutatom én nektek, kis barátok, figyeljétek. Hát mondjuk... Olyat lehet, hogy... Ha azt mondod, hogy Fusion... Nem jó. Hogyan lehetne ezt megoldani? Mert felmászunk oda, ahol nem tudnak eltalálni, jó? Ide jövünk. És akkor, hogyha fúzionálni akarsz, akkor felveszel valamit innen, igen. Előveszel egy, mondjuk egy Embert, mert abból jó sok van. Ugye? Ezt. Ej! Hát megdobnak a barmok. Nem jó. Nem jól csinálom.
Akkor lehet, hogy csak szimplán le kellene dobni egy aimbert. Drop. Így, most mehet a fusion. Oké, okay, ez most így készen áll. Mennyi lett van a támadó értékem? Áú! Megölnek! És nem is főztem. Lehetnek ezek ilyen... Oh. Viszontlátás, kis barátaim. Nagyon jó. Ez majdnem az életembe került, de szerencsésen jöttünk ki belőle. A Flurry az menci volt eléggé. Na, ezzel megvolnánk, és akkor most tovább menve. Lehet, hogy hoz... Ja nem, ott arra megyünk. Nem, nem pakoljuk hozzá, nem, nem. Itt ez meg fog állni? Meg. Jó. És hogyha itt tovább akarnál menni. Van egy kard, ami nem kell. Hát gondolom, hogy akkor ezt úgy kell megoldani, hogy felemelkedéssel. Vannak itt olyan kitüremkedései a falnak, amik segíthetnek az előrehaladásban. Ez egy Dragon Bone Bokó Shield. Mivel nekem nincs helyem, gondolom, hogy ezt felvegyem. Ugye? Ugye nincs. Hát nincs, pedig amúgy lenne egy-két jó kitaláció. Mindegy, és hogyha lefotóznám... Előbb-utóbb csak lesz egy szenzor, ami megmutatja, hogy hogyan kell ezeket összeszedni. Mi lesz, ami a HP-nkat helyre húzza majd? Ez még zsírúj, ez már nem. Jöhetnek a nyilvesszők. Szerintem a HP az egy centéből kellene, hogy elő jöjjön majd, mert az az, ami mindig a legtöbbet tölti. Valami kaját csináltunk, de szerintem az nem elegendő. Sikerült a dolgok szortírozása amúgy? Itt felmehetek. Gondoltam egy szentély. És akkor Umpa ezek szerint ott van lent. Kedves Umpa-lumpa néni, itt fent mi van? Ez egy gomba. Azért, hát csak elmész. Iszonyatos gombák felszedése ebben a játékban fontos. Nem tudsz élni nélküle. De nem lehet, hogy itt más is van a szentélyen kívül? Beszéltünk Umpa nénivel. Ezt azért kinyitjuk előtte. Amit már kitűztem, igen. Á, ez király. Na hát hol is lehet? Ó, köszönöm, hogy segítettél a hőlégballonnal. Azt hiszem, hogy van itt valami ebben a templomban, ami kötődik a geoglifekhez. Én kutattam, de eddig mint hiába. Hatalmasak itt ezek a csarnokok, úgyhogy nehéz lesz ezt így legyőznöm. Hol lehet, mondja Umpa Lumpa. Maga nem tetszik látni ezt a szentélyt? Csókolom. Nekem efelől nem volt kétségem. Á! Lehet, hogy olyan kevés pakolanduszt pakoltál magad elé, hogy... Lehetetlen lett volna nem befejezni. Building Blocks. Ennek az a címe, hogy Lego. De jó. És akkor legóznunk kell. És miért? Erre mi a cél? Mit kell összeraknom? Ez valami olyan... Ja, azt hiszem értem. Ugyanaz kell repro... Aha, igen, 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 látom már. Tehát, hogy ugyanaz kell létrehoznod. Másik irány. Így. Mint amit ott is látsz. Ez de király? Ez ilyen térlátás javító. Reális egységekre bontottam a feladaton. Egy igazi mérnök. Szava. Csinál. Oké. Okay. Egy-két jól irányzott lövés megoldotta ezt a dolgot, azt hiszem. Ez a Flame Emitter Club, ez egész vicces. Nem lehet, hogy ezt eldobom.
Ezt felveszem. Aha. Ezeket is felvesszük. Ezeket a hordókat be tudta volna gyújtani? Ezt miért viszed magaddal? Ugyanazt kell megint megcsinálnom. Lehet, hogy azért adta ezt ide, hogy csináljak a meglévő fegyvereimből valamit. Várjál, mi lenne, hogyha ezt a zonait kardot összeeszkábálnám ezzel, és akkor mostantól ez folyamatosan lángot lövelne ki magából. Talán nem hangzik szarul ez annyira. És akkor most ez megvan az Ember Reaper, és akkor egyedül az Eightfold Blade, az, amit nem használunk kvázi semmire, ugye? És itt még volna. Nézd, kaptunk még egyet, de jó. Persze. Akkor miért ne pakolnám rá? Nice! Jó, hát egy kicsi, nem tudom, energiába kerül majd a használata, de szerintem vicci lesz. Építsünk magunknak egy lépcsőt. Ez ilyen több irányból induló. Na lássuk, mi van a ládában? Na, Link, ne szórakozz velem, azaz. Mi, most kar... Elnézést, beesett a lyukba. Ja, egy kicsit majom a gyerek, de ne törődjön vele senki. Így. Na és akkor most szép lépcső lesz belőle, ugye? Pontosan? Más is tanulok spanyol, az első prioritás. Ah. Ez egy nagy zonai charge. Most szét kell szednünk a cuccokat, hogy hozzáépíthessük ehhez. Na lássuk, melyik irányból kellene. Szerintem mindenképpen úgy kell, hogy ez jön ide. Így. Szépen ráilleszkedően. Az lesz az, ami most ide befekszik majd. Így. Ez nem is jó, na. Azt a mindenit. Akkor gondoljuk át. Ez vicces, ez tetszik, várjál. Ilyen, hogyha úgy csináltam volna, hogy... Így. Eddig jó. Erre még meg sem néztük, hogy mit kell csinálni, de még ez pontosan ugyanolyan, nem? Mint a másik. Nagy baj nem lehet. Ez hogyan illeszkedik? Így. Aha. Hát ez szar. Várjál, és hogyha térben megfordítanád ezt? Nézzünk rá. Így nem jó. Ugyanaz lesz mind a két irányból. Nagyon jó. Hát ez mindenhogy szar. Jó. Próbálkozzunk inkább úgy, hogy mi lenne, hogyha ezt ide tennéd. Mert ez ilyen jó kiinduló pontnak tűnik, nem? Hogy ez így itt van. És akkor elméletileg annak ott illeszkednie kellene, ugye? Tehát hogyha fognád és úgy helyeznéd be, hogy így. Akkor ott marad majd egy lyuk, ugye? Hát így nem lehet. És hogyha pont ide raknám. De jó, hogy ezzel így el lehet szarozni, nagyon tetszik. Ide teszed? Így. És akkor a másik oldalon már illeszkednie kell, ugye? Mert máshogy nem igazán lehet. Megtesd le, kérlek. Így. Aha, megvan. Nice! Ezzel én is jól elpázoloztam, de ugye milyen menő? De nem már, hogy már is vége. Jaj, ne. Már azt hittem, hogy itt még szórakozhatunk 5-6 ilyen körrel. Ez tök jó volt ez a
Itt a végén. Na most megvan mind a négy. Tehát akkor adhatunk hozzá akár még egy staminát a karakterünkhöz. Láda megvan meg. Megcsináltuk a ládát. Még az elején építettünk fel hozzá egy lépcsőt. Ja, és ezzel mondjuk akár plusz HP is jöhetne, de szerintem a staminával többre megyek. Többet tudunk glide-olni, többet tudunk úszni. A HP-t azt meg majd menedzseljük valami másabb módokon. Megvan a Hearty Truffle, amivel felébreszthetnénk a fickót a kőtáblán, ugye? Na, Umpa néni, megcsináltam. Á, köszönöm, hogy segítettél. Aha, jó, akkor keresi, hogy hol lehet az, amit keres, miközben. Én meg megoldottam ott a szentély problémáját. Ezek szerint a geoglyphekkel összefüggő dolog, amit kutatunk, lehet, hogy még bentebb van mondjuk ott. Összeszedjük ezeket a gombákokat. Én szerintem staminára fogok rámenni. Megcsináltam a kockát, utána vettem észre, hogy hol a láda. Ííí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 í Ja, hát igen. Ha valami befutcsol, vagy nem éppen úgy megy, vagy aktuálisan nem tudsz benne elhelyezkedni, vagy kevésbé találod élvezetesnek, és inkább báltanál, azért az, ahhoz nem árt, hogyha az ember egynél több dologhoz is ért. Szerintem ez lehet az. Az istenő szobránál, de nem volt itt egy nagy istenő szobra? Mi lesz ez a helyszín? Mint hogyha faragatlan lenne. Mindenhol ott vannak a kövek. Szállítani nem tudod. Menjünk még egy kicsit előrébb. Sandilian, hogy itt is nő. És itt lent. Nem lehet, hogy ott valamit csinálnom kell. Ebből mi lesz? Ezek a geoglif lokáció. Á, és akkor van kardos, van békás. Most látom, hogy melyik micsoda van, mackó. Többit nem ismerem fel. Az egy ilyen tőr. Á, ez a hely. Lady Impa, menjünk oda le. Közelről kell megfigyelnünk, mondják az öregek. Ilyen király Lady Impa, hogy már több száz éves az itt nyomja. Ott fent a falakon. Azok nem a geogriffek? Ez mit jelenthet? Azt hiszem, hogy az, amit először láttunk, az ott van a bal szélén. Az a következő, igen. És akkor ez van Rito Village mellett. De hát ezt találtuk meg most. Júj. Ez a, az egésznek a térképe, és ez így meg is mutatja, hogy hol van micsoda. Á, nagyon király. Ez mindent megmutat ez a szoba. Csak tudni kell, hogy hova néz. Alig hiszem el, hogy mit látok. Ki gondolta volna, hogy ezekben az öreg romokban ilyen titkok rejlenek? Azt mondják, hogy a geoglyphek akkor jelentek meg, amikor a felemelkedés történt, és Zelda eltűnt, de hogy ezek hogyan vannak kapcsolódva ide? Oké, nincs idő itt szarakodni, siessünk, és maradék geoglyfeket fedjük fel. Lady Impa, talán egy kicsit pihenned kellene, mielőtt kalandokba vágsz. Oké, Link, hogyha találsz esetleg geoglyfeket, nyomasz tovább. Ha még több furcsa látomás vár rád a többi geoglifnél, mint amit már megtapasztaltál, hát akkor ez majd lehet, hogy nyomokat ad neked, amíg Zeldához elvezetnek. Oké, értem. Fel kell másznunk. Bár csak, ide még nem is jöttem be. Ja, de, ez az a felmászó rész, jó. Fentről lefotózzuk, jó? Mert szerintem ez tökre segít abban, hogy mit hol keresünk. Tök jó, hogy ebben a játékban vannak ilyenek, hogy lefotózás, nem? Pedig milyen egyszerű eszköznek tűnik. Az a jó, hogy adtak neki értelmet. Na. Menjünk odébb, ahol ők állnak, így. Kastély is rajta van, meg minden. Aha. Ez szerintem egy jó kép lett. Ki ne töröljük, mert megőrülök. És ha most megnézzük a térképet odafent. Eddig hármat szedtünk össze. Ez alapján, hogyha megnézzük. Ott van a ház. Aha, akkor ott délre van még kettő, ott északra egy. És hogyha itt találtuk meg ezt, ez a kastélytól jobbra le. Fele van. Akkor attól még lentebb. Ez szerintem az a békás. Az fent van a Great Plains-en. És akkor jobbra még van kettő, meg egy még attól.
Hát... Mi van oda írva a kőtáblára? Egy könny, egy könnyel? Lehet, hogy a végén ide egy könycseppet kell hullajtani, amikor már minden emlékünk megvan. És akkor lehet, hogy összekapcsolódunk Zeldával a másik időben, aki szintén egy könycseppet fog ejteni. Ez milyen interstelláros mozdulat volna a sztoritól? Ide bejelöltem valamit, az East Gerudo messzában, szerintem ez egy centé vagy egy torony lesz, ám bár oda még talán nem is mászlunk fel. Hová menjünk most? Állítólag itt lent is volna. Valahol itt. Tudok felmenni az égbe? Hát itt pont nem. Ja, viszont innen ki tudjuk lőni magunkat azzal a szerkezettel, ami talán itt tolja át a seggünket valahová. És lehetne a Great Sky Islandből is lefele jönni. Itt van valami Faron Sky. Ez itt egy nagy vihart sejtett magában. Azt a mindenit. Eszembe se jutott lefotózni. Nekem azért tetszik ez, mert így tudom, hogy nagyjából itt is kell lennie. Egynek, ahol a régi labirintus állt. A fölött most az égben van egy labirintus, látod? Alul meg nem tudjuk, hogy mi van. Hát most aztán három felé is mehetünk. Ez rohadt jó kérdés, hogy mit tehetnék. Ez lett meg, meg ez lett meg. És ez lett meg eddig, ez a három. És akkor a kastélytól keletre lenne még egy. De hát mindenképpen az égből kell ezeket megközelíteni, ugye? És hogyha most felmennék egyel, itt a kastélytól jobbra lenne. De mondjuk itt is van valami Miskónak a treasure-je. Na jó, mi lenne, ha elmennénk egy kicsit kincsvadászni? Akár azt is megtehetném. Csillagok között egyébként egy jó film. Zavaros, mert több szálon fut, mint a felhő. Dehogy zavaros. Tök egyértelmű. Ilyen tök egyenes sztoriban van. Hogy vannak a földön, ugye az egyre növekvő porkoncentráció, a növények elhalnak, szépen lassan mindenki éhezésbe kezd, meg betegednek az emberek a rengeteg portól, mindenféle tüdőbaj. És ahogy ezek az űrbe ugye kimennek, hogy újabb bolygót találjanak az emberiségnek, hogy ott élhessenek tovább, és egy kolóniát alapíthassanak időközben, ugye, olyan helyekre is eljutnak, ilyen fekete lyuk közelébe és stb., ami azt okozza, hogy amíg ők ott vannak, addig a Földön az idő ugye gyorsabban telik. Hát ezt gondolom valamilyen relativitás elmélethez kapcsolódó őrület lehet. Ezt már megcsináltam itt? Szerintem ezt már megcsináltam. De megcsinálom még egyszer. Pontosan én sem tudom azt a részét elmagyarázni. Ez dob be oda? Megérkezik ez az állatbarátunk. Az a ronda kétfejű, tudjátok. Nem akartál valamit a föld alatt csinálni? Hát most föld alatt is, meg itt fent is. Föld alatt kellene megcsinálnunk a továbbjutást a izéből. Aha, és ez most felfedi a környék barlangjait szerintem nekünk, látod? Mint hogyha itt most az égbe törő ilyen fények mutatnák, hogy oda gyere be, te csicska! Lehet, hogy azokat fedte fel, amiket még eddig nem fedeztem fel egyáltalán. Add vissza az almámat. Feketéjük a közében lelassul az idő. Einstein féle relativitás. Ami egy nagyon furcsa dolog, ha belegondolsz. Olyan nagy ott a tömeg. Olyan apró helyen koncentrálódik össze. És a fény is, ugye. A fény is útja is meggörbül, tehát még a fotonokat is elkezdi valamilyen úton vonzani magához. Pontosan nem tudom, hogy ez hogy van összekapcsolódva az idővel. De gondolom, hogy ezek a dolgok azok, amik ugye... Erről szól. Most akkor elméletileg tőlem pont jobb kézre, itt fent, aha, ott abban benne. Lenne szerintem nekünk egy... Le fog sodorni a víz? Nem, megoldom. Szóval ott lenne bent. Egy olyan tárgy, ami ilyen miskának a kincse. Nem ismerjük miskát, de mindjárt megtudjuk, hogy mit rejteget. Ez micsoda? Ó, ez egy régi koponya, nézd csak! És most már ilyen, nem tudom, orra is van. Íj, barátom. Oké, ez valami ládát rejt. Ide nem tudod felnyomni, nehezebb az a dolog. Menj oda vissza. Lol. Haha. Mutasd.
nem dobja ki magából. Nem. Nyomjuk oda vissza bele? Gyerünk, gyerünk. Ott van. Meg van ütve. Meg lehet nyomni. Milyen fegyverrel nyomom éppen? De hogy mocskosul nyomom, az fuzier. Ja, ez az égetős őrület, de jó volt. És most ég. Nem kicsit ég. Ezt úgy akarja megoldani, hogy egy, kettő, most, három. Ez annyira jó ez a képességünk. Nézd meg. Hát egyszerűen túlmenő. És vége. Ez nagyon tetszett. Gravitációnak van köze hozzá, GPS műholdak órája 4 perccel van állítódva, már azon a magasságon, de már kalkulálnak vele. Aha. Egy Soldier Shield volt ebben benne, hát nem annyira szuper jó loot, de azért legalább megnéztük, hogy mi ez. GPS műholdak óráját folytatni, újra kell hangolni, mert keringési sebességük miatt már másképp telik az idő. Micsoda? Téridőt befolyásolja minden objektum, ami tömeggel rendelkezik, fekete lyuk gyakorlatilag végtelen tömeggel rendelkezik, annyira megörbítik a terület, hogy fénynek a sebessége sem elég, hogy ki tudjon onnan szökni. Ja, igen, igen, igen. Ah, persze. Tehát, hogy lelassul a fénynek a sebessége, értelek? Aha. Akkor, ezt ki tudod szedni onnan? Majd ezzel inkább. Emiatt kell gondolom máshogy mérni. Ja, ez teljesen logikus. Ez alapján az időmérést hozzákötik valamilyen úton, módon a fény sebességéhez. Puricuc. Hát akkor az idő teljesen relatív lehet, mert az, amit mi időnek nevezünk és ahogy mi mérjük, az csak itt a Föld nevű bolygón működik jól. És akkor minden, ami más, ez alapján máshogy mérendő, ugye? Hát, idő nem független a tértől. Ja, igen, igen, igen. Tiszta érdekes dolog. És mi lehet vajon a galaxisok közötti üres térrel? Fénysebesség az egyedül állandó, ebbe adódóan minden más torzul. Ez furcsa gondolat. Hiszen a fénysebessége, hogyha nehezen tud kitörni onnan a fekete lyuk közeléből, akkor viszont ez... érdekes minden esetre. Tehát, hogy nem lehet, hogy csak a... de értem, hogy mit mondasz. A rockhammerünk az eltört. Milyen jó, hogy kettő van. De most rendesen be kell, hogy bombázunk szerintem, mert a Luminous Stone-okat még eddig nem olyan találtuk meg, hogy hol lehet farmolni, és ezek rendkívül értékes eszközök lesznek. Pénzfarmolásira, mindenre. Lehet, hogy jobban járnék, hogyha robbantanék. Belövünk egy robbantót szerintem oda. Galaxisok között fekete anyag és fekete energia van, amit még kutatnak. Ja, igen, igen, igen. Legalábbis azt feltételezik. Aztán lehet, hogy ott izé énekelnek a fekete mars lakók, akiket azért nem látunk, mert nem tükröződnek. Cica! Fény igazából a térben közlekedik, ha azt megörbítik, akkor azt az utat járja be. De hát, hogyha azt tudjuk matematikailag, hogy kettő pont között a térben a legrövidebb út az egyenes. Hogyha ez az egyenes meggörbül, onnantól kezdve az út meghosszabbodik. Ergo fénysebessége, hogyha állandó, akkor onnantól kezdve nagyobb út meg... Tehát hogyha érted, hogy mit mondok, nagyobb utat kell bejárni, akkor meghosszabbodik az ideje. Na, engedd már ezt a falat! Hát nem tudod onnan leütni? Jaj, Link, te majom! Attól, hogy nem tud kitörni, fénysebessége halad a fény, éppen ezért lassul az idő, torzul a tér fekete lyuk közelében. Ez a sebesség állandó, csak az út nő meg. Aha! Na hát pont ezt, látod? Én megfejtettem magamtól is. Aha! Így van, ekkor lesz vörös eltolódás a fényben. Vörös eltolódás. Érdekes ez is. A fény spektrumában. És ez hogyan valósul meg? Gondolom ezt laboratórium körülmények között meg lehet azért figyelni. Az mi ott fent? Az mi ott fent? Ja, semmi jó. Nem tudtak semmit kezdeni ezzel a teóriával. Biztos, hogy nem? Például ott volt az a film, ami a...
Stephen Hawkingsnak az életéről szól, és az rendkívül jó az a film. Ha valaki nem látta még, akkor szerintem ne habozzon és nézze meg. Nagyon okos volt az a fickó, és nagyon jó volt az életéről szóló film. Hogy mi volt a címe, azt nem tudom. De annyira nem nehéz megtalálni, hiszen csak egy filmet készítettek róla, innentől kezdve pedig csak be kell írni a Google-ben. Lehet, hogy meg is nézzük ma este. Sőt, ha éjfél van, akkor mindjárt. Mi a fenét kutatok itt? Mindenség elmélete, azaz igen, igen. Szerintem nagyon érdekes volt. Nem jó az a film, tömény bulvár. Tényleg? Nekem tetszett. Nekem számomra érdekes volt. Még számomra a Blick is érdekes. Nem jó, mert a feleség könyve az van adaptálva. Ja, értem, aha. Ebből nem jön Luminous Stone. Minek marom kit, hogyha nem jön belőle kavics? Jóó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 
És hogyha ez a világító kavics, megőrülsz. Megőrülsz, hát eltörik. Szóval, hogyha a világító kavicsodat Lunar Stone-nal akarod össze, olyan mi a fene lesz a végeredmény? Mondom, hogy azért raktak ide egy fegyvert az imént még, hogy ebből csináljunk még, magunknak még több ilyen bontó szerkezetet. Ott vagy! Na, hát egy kicsit sokáig tartott megtalálni, de meglett. Érdekes, még a húrelmélet párhuzamos világokkal foglalkozik. Ja, az mindig érdekes lehet. Valami jön elő, ugye? Azta! Egy régi vágású Stone Talus, de jó. Mutasd. Ezt tök szerettem. Csináljak veled. Mi az, ami nagyon bontja? Megvan a kő, és megvan a fe... Elvetted egy tündérem, te majom! Na jó, muszáj, hogy megszerezzem ezt itt, és... összefúzionáljuk, ez az. Nem tudom, hogy mivel verjük agyon. Ez nem tetszett, hogy ezt csinálta. Jobban jártunk volna, hogy... hát, ezek mondjuk pont nem jók a kő ellen. A Black Hole Riblin Hammer lenne a legjobb választás. Hát, vagy az Ember. Még az Ember sem lehet annyira rossz. Eddie Redmayne nagyot alakít, maga a narratíva eléggé nő szemszögéből van. Holott neki érdekes ellen a narratívája. Hát még gondolom, hogy persze, hát mégiscsak az ő életéről szól, ergo. Biztos, hogy az ő lenne az érdekesebb. Bármint, hogy arra kíváncsiak az emberek alapvetően, tudom. Menjünk, még kettőt fogjuk a nyuszira, menjünk. Utasd csak! Lehajol. Felmászik. Hát ez nem damage. Ez nulla, ez nem damage. Ez a tízes. Mi verni jobban? Hát a Black Hole Riblin. Ó, de az olyat ver, hogy Jézusom, oda néz, oda néz. Őrületesen megveri. Na jó, de a Stone Talus ellen mégsem ezt kellene használnunk talán. Begyújtani pedig egyenesen fölösleges. Le kell, hogy hajoljon megint. Jó, most próbáljuk meg ezzel. Hát ha. Nem, ez nagyon gyors, de nem működik ellene. Valami történik. Második felesége abuzálta. Ennek nem ritka sztorik azért. Abuzív kapcsolatok nem feltétlen csak férfi oldalról, hanem sajnálatos módon. Férfiak által elkövetve. Nem, bocs, nők által. Férfiakkal szemben elkövetve. Az még ott a levegőben is képes megütni. Jaj, fellink, nyomod. Dobd meg, Géza. Most dobd meg. Nem tudsz ezzel ilyenkor kezdeni valamit? Nem. És hogyha megdobna, én meg visszadobnám. Most. Haha. Nem tudom, valamire biztos jó lesz ez is. Na, tudom, hogy nem azt mondtad, csak...
Inkább a meglepődésre adhat okot sokaknak, hogy micsoda, hát nem csak a férfiak lehetnek abuzív állatok. Rossz ötlet, ne menj oda be, Link, mert megőrülök. Oké, itt az idő, hogy elhúzzunk egy kicsit nyugodtabb vizekre. Ez a Stone Talus, nem értem, hogy mitől ennyire erős. Indokolatlan erőt vélek felfedezni. Hoppá, vissza a feladónak. Nagyon jó. Kinek, hogy le is borul egy kicsit. Na, ez tök jó tudni. Aj, de jó, hogy Link, fel tudsz oda mászni. De király vagy. A crit az bement. Marad az Amber Reaper szerintem. Ez nem annyira rossz, azért mégiscsak jobb, mint az a fegyver, amit használok. Most esünk le megint. Most. Azt a mindenit nem adta be. Tudod, hogy miért nem adta be? Mert neki mentem a falnak, és a mászás meggátolt minket. Három tündérből kettőt elvesztegettem erre a baromra. Hogy lehetek ilyen hülye? El kéne mennünk oda az égbe, ugye attól a toronytól, amit legutóbb találtunk meg. Ez nagyon nagy barom dolog volt a részemről, ezt nem lett volna szabad. Mehetsz. Link, Link! Nem tudod felmászni! Azt a... Hogy megszenvedett vele? Ez a kard legalább gyors, tehát így összességében jól lehet használni, nem mondom. Jó, most megint kell a HP majd sajna. Hátra kell szaladnunk és vigyázunk. Hoppá! Éppen hogy? Még mielőtt eltalált volna. Ütöttük ketté. Most mászik fel, megvan. Ez itt nem nagyon jó. Ez is széjjel ment. Most mit tehetnék? Egy Gloomswordot használja kellene? De ez mondjuk tényleg szétveri. Jó, ez mondjuk már nagyon is szétverte. És az életünk pedig visszajött. Királyság. Egy Luminous Stone, egy Amber, ami benne maradt, az valami istentelen erőre enged következtetni. Pusztán a kinézete miatt, hogy ez nem egy olyan szívecske, amit eddig láttunk. Az micsoda? Az Luminous Stone, hanem ez. Ez mi a fene? Eléggé jól néz ki. Elméletileg itt bent volt még fegyver, ugye? Vagy van olyan, amit nem használtam? A Gloom Swordra rárakom. Miért ne? Figyelj, eddig is erős volt, de most még keményebb lesz. 62 erőt képvisel mostantól. Ez gusztustalan. Ilyen erőt nem látsz sehol. Szíve, igen, igen, igen. Lehet, hogy abból visszanőne. Hát nem tudom, lehetséges. Nem tudom. Itt mit találunk? Vagy innen jöttem volna be? Akkor a helyieket elvertük, én azokat most már ott hagyom. És akkor elmehetnék, szerintem az istennőhöz. Várjál, itt? Nem, nem, ez még nem elég. Tehát akkor itt bent még van valami a Stone Taluson kívül. Azért jöttünk ide, mert itt valami kincs van. Én tennék bele ilyet is? Hogy visszad magadra és egy idő után a backpacketből így kiszól a izé, a Stone Talus, hogy Link, Link, tegyél már lett a vadállat, és akkor lerakod, és akkor előjön, és úgy megcsicskít, hogy beszarsz. Erre gondolsz? Nem, ott szerintem. Talán ott be lehet. Aha, ott be lehet menni. Fegyver tekintetben váltsunk egy kicsit. De azért a 62-es damage. Ugye, szembe jön a Genon. A Gelemiti Canon. Onnantól kezdve vége van mindennek. Oda néz. A Bomb Flower-ök tömkerege. A hely. Amire mindig sejtetted, hogy létezik, de sosem tudtad volna megmondani, hogy hol a francban. Á, ez a Luminous Stone, ez nagyon jó cucc. Meg ezek a izék. Bomb Flower-ök is. Ott hagyd a magát, visszajön a Bengal, kicsigen felesleges. De amúgy is visszajön, mert a mechanika az így működik a játékban. Tudod, az a izé. Vérhold mechanika. Na, mit találunk ide bent? Mi ez a nagy kincs? Á, barbár armor! De király! Na, ennek örülök. Ez nagyon jó. Az a furcsa viszont, hogy folyton csak egy újabb és újabb set piece találunk, de összefüggő szeteket nem. Ami mondjuk talán annyira nem is meglepő, hiszen a játék eleve ugye így működött mindig is. Vagy nem tudod, hogy mi hol van eldugva. Sejthető volt ugye, hogy a három labirintusban volt régen
set piece-ek, volt egy ott, meg volt egy itt is. Ez a három, meg talán a föld alatt is volt valahol. Mindegy, most ne ezzel foglalkozunk. Foglalkozunk azzal, hogy vajon mi lett ezzel a szigettel? Tudjátok, a lakatlannal, ahol elvesznek mindent tőled. Itt kettő dolgot is bejelöltem. Nem tudni miért. Hol megyünk most? Levehetünk a földön, elmegyünk az istennőhöz. Jó, kérjünk egy kis staminát szerintem tőle. Miből csináltál te 62-es damage-et? Hát a Ganondorf kardjából, meg a, ennek a szívéből. Azt a kettőt raktam össze pont. Hát így a legerősebbet a legerősebbel tudod, és akkor ezek ilyen ritkán használatos fegyverek, hogyha ténylegesen valami nagy bajba kerülni, akkor veszed csak elő. 62-vel szerintem. A szeretet áll. Ja, milyen igaz. Szevasz, Szerisz, mi a helyzet? Hogy vagy? Na, az istennőnél azt mondjuk, hogy csókolom, kérem a staminámat, mert ugye a mai epizódban eddig 4 darab szentélyt oldottunk meg. Ebből szerintem 2 volt, amit nem is kellett megoldani. Stamina vesszelt kérek, köszönöm. Megadja az erőt, amire vágyunk. Az a kard elveszi is az életerőt. Hát az el, igen, igen, igen. Kellemetlen egy darab, de hát hogyha 62-t versz vele, akkor nem csak a te életed. Nem csak a te életerődet veszi le, hanem jócskán valaki másét is. Nice. 140% stamina mostantól. Menj és hozz békét a világba. Köszönöm, mama, csókolom. Megérkezett a nyomot, nyár a Szigetországba füllett, trópusi meleg van, leszámítva minden oké is. Akkor most kisgatyába nyomod? Sütni kell, sütni azonnal, nincs semmi kajánk. Nem, szerintem lent fogok tudni sütni, ugye? Ott van Hestu! Hát ott volt Hestu, láttad, hogy ott van. Megőrülés. Azt mondta, hogy valami olyan helyre fog menni, ahol ilyen tök nagy élet van. Ott volt Hestu. Hát ez nagyon jó, hogy pont belefutottunk megint. Na, és akkor kezdődhet az őrületes főzőcskézés. Hold. Hármat csinálunk, mennyit ad ez? Hát ez 6-os. A 6-os az jó. Ebből most jó sok kell. Attól tartok, hogy... Kár, hogy csak ennyi van. Bejelöltem a térképen azt a helyet, ahol a paradicsomokat vettük fel, ugye? Azaz, elnézést, hogy megint ezzel szórakozom, de hát tudjátok. Belefutottunk genomba és minden HP-nket elhasználtuk, mindet, az összeset. Akkor most ez is mehet. Így most vannak 6-os kajáink. Én nagyon sem főzőcskézik, imádom ezt a gyereket. 2-3. Akkor belerakhatnék még egyet, mondjuk ebből. Ebből mi lenne? Steam Foodból akkor ez így van. Jó pihenés neked, Kovil. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. 2 almából. Szia, SmileXD, hogy vagy, Mizu? Steam Food, ez 4-es, ez szerintem tetszik nekem. 2, meg egy ilyen. Ne, dobd bele, úgy. Ezt hittem elhajítja. 1 darab és... 2... Szerintem most már legalább 10 sok kaját csináltunk. Mi lenne, hogyha ezt a sok frútot főzném bele valamibe? És ez mi? Ja, ezzel csöndesebb leszel. Akkor ez a decrease. Így, vissza. Így, bele, kész, mehet. Hát egyszer fogok? Jól van, jó pihenés neked, és örülünk, hogy itt voltál velünk ma is. Azt mondja, hogy considerately upping defense. 3-at fogok ebből sütni. És akkor tényleg nagy mértékben megtoljuk a defense-ünket, ugye? Ja, a 2-es mértékben 2 perc, 30 másodpercen át. Itt lehetne a movement speedre fókuszálni a gyors répával. Hát a gyors répa az nálam is megvan, mégsem használom főzésre. Elég szar lenne, hogyha úgy lenne. Azt mondja, hogy a stealth növekedése, sündélion, és mi lenne, hogyha összesütnék ilyet? Én teszem azt ilyennel. Ebből mi lenne a mézes húsból? Wow, stamina és HP. Szia, Suzi, jó pihenést, köszönöm, hogy itt voltál. A Prime Eat-et fogjuk használni zseton szerzésre. Az 15 HP. 3, meg még 2. Persze ebből is lehetne jócskán HP-t szerválni, de hát ismertek már. Kelleni fog a húsból összeszedett zseton. Mi lenne, hogyha egy ilyet sütnék? Összességében 1 alma mit is ad?
Ja, ezek voltak a simmered fruitok. Ez nekem teljesen jó. Bár lehet, hogy egyszer kiderül, hogy majd az aranyalmát bele kell rakni valamibe, úgyhogy egyet inkább megtartok. Mostantól kezdve akkor van HP-nk, jócskán és dögivel. És Hestuhoz fogunk felmenni. Vagy tök király mód. Megemeljük inventorink, de milyen gyorsan másztunk most fel. Inventorink méretét. Hol vagy Hestu? Közeleg a hatalmas tánc, készüljetek fel. Őrület. Táncok jönnek. Táncolnom kell, mondja Hestu. Újra találkozunk, már eltettek is idő, mi? Szóval nem régen építették ezt a helyet. Jó izéje van ennek, jó rezgései, és gondolom biztonságos, hogy sok ember van itt. Nagyon sok szörnyetek van ezekben a napokban, úgyhogy gondolom itt maradok és egy kicsit relaxálok. Ó, várj egy kicsit. Koroxided van? Igen, igen. Oké, fel fogom tápolni az inventoridat, melyik legyen? A shield, köszönöm. Egy koroxid, mehet? Mehet. és még az a petárda, vagy nem tudom minek nevezem, még azt is kellett oda. Imádom. Annyira jó ez. Na, és akkor mehet a következő, az megint legyen weaponstash. Kettő koroxidér mehet persze. Ez már piros. Hát nem gondoltam volna amúgy, hogy ezzel is változtatnak majd egyet, de rohadt jó. Imádom. Lenti fegyverekből kéne felvenni még párat. Aranyalma krotikáltad a főzéshez, a pluszban valami hozzáadott. Tényleg? Amúgy lehet. Nem lenne butaság, amit mondasz. Logikus volna. Az íj. Ja, menjen még egy íj. Oké. Ez zöld. Ja, Suzi. Na! Ez is megvan, még sincs este. És még lehet? Tehát még van lehetőségem? Mondja, hogy nem megy még tovább, ugye? Oké, még lehet weapons test, még jöhet. Három korok szíve. Milyen jó, hogy ilyen sokat összeszedtünk amúgy. Őrle. És nem fogjuk elnyomni egyszer sem, úgyhogy most 26-szor megnézzük, még hogyha engedi 26-szor megnézni. Most 5 darab fegyverszlotunk van kihasználatlan, oda bent van még néhány. Csakalaka, igen. Igen, még nagyobbat szeretnék a shield stashből. Kettő koroxidér, köszönöm viszontlátásra. Mehet? Hallod, a fegyver a piros, a shield a kék, az íj a zöld. Tehát nem a szintenként változik, hanem attól függően, hogy mit kérsz. Hát ez most esett le nekem. Tényleg a shield az kék? Ja, jöhet még néhány shield, mert sosem tudom őket felvenni sehonnan. Igen, legyen még nagyobb ez a shield, köszönöm. És már három koroxidér. Nem nyomom el. A beszarok se nyomom el. Nice! Mehet a következő. Tök jó, hogy itt megállt is, és hogy nem kell fel követnünk valahová. Weapon bow. A bow stash jön. Az is kettő. Az már három. Nem azért, hogy időt húzzak, de hát mindenki látja ennek fontosságát. Hála a jó Istennek, megint bentebb vagyunk egy jó naggyal. Nem csak azért, mert ez fontos, hanem azért is, mert a stamina is meg lett emelve. Ráadásul megtudtuk a fontos story elemet a geoglifekkel kapcsolatosan is, ugye? Mennyire weapons test, az mennyi? 5 koroxid, de hát ez nagyon drága, kisbarátom. Oké. Okay. Már nincs sok, már szerintem csak 4 van hátra. Ne aggódjatok. És még amúgy szerintem tehetnénk bele az elemekbe is egy keveset. Csak ott nem Hestu lenne, aki táncol. 17 még mindig van. Menjen a bó. Ez mennyi? 5 korok szíves? Jó, legyen. Legyen, mindent felnyomunk szintre. Annyira vicces, hogy kilövelnek ezek a buborékok onnan. Vádom. A következő. Melyik legyen? 4 koroxides a shield, az jöhet, az mehet, persze.
De akkor, hogyha 8 van, akkor mindenbe belemehetne még egy szint, nem? Bár a fegyver azt hiszem, hogy már is 5-ösön volt, úgyhogy az lehet, hogy nem. Ez a 4, akkor most megduplázhatjuk siegyeink mennyiségét. Ennek rohadt mód tudok örülni, ha hiszitek, hanem. Tök jó, mert ez az inventory, ez a játék early fázisának tényleg a... Nem is tudom. 8 koroxid az így, dehogy kérem, normális vagy. A weapon az mennyi? Jó, menjen a weapon. Tehát, hogy ez az átka, hogy semmit nem tudsz felvenni. És akkor mennyi fegyver fér el összesen majd nálunk? És akkor fúzionálni kell, mint egy vadállat. Na, hát azért nem mindegy, hogy mondjuk 9 fegyvered van, vagy 15, ugye? Hát főleg, hogy 14. Oké, szia! Ezzel megvolnánk. Tudnék vásárolni. Ezt a setet megvettem már tőle? Ja igen, megvan az egész Helion set. Jó. Ezzel megvagyunk. És akkor még odalent voltak szabadon hagyott fegyverek, ugye? Azt hiszem, hogy itt találtuk meg őket. Jaja. Boko Reaper és a Traveler Sword, amiket össze tudunk pakolni valamivé. Istenőnél már nincs semmi, hát mondjuk aludhatnánk, hát ha visszajönne az extra HP. Reggel 4 van, aludjunk délig. Az 8 óra alvás. Hú, én is fogok ma 8 órát aludni. Holnap meg nekifekszünk a Diablo folytatásának, és az is lehet, hogy holnap 3 epizódot is beküldünk abból a gameből. Ott a HP, de nem jött extra. Lehet, hogy sokkal többet kellett volna aludni. Egy jó 24 után. Na, szépen kijövünk így a földön keresztül, átúszva téren és időn. Aztán visszanyomom. Áhá, Diablo. Nem lesz áhá benne. Én úgy tudom, hogy kiveszik. Mármint, hogy az előzőben kivették és tanultak belőle a Blizzardéknál. Bejön a D4. Hát nekem sosem volt bajom vele, én nagyon nagy fanatikus voltam, egész gyerekkorom a D1-D2-ről szólt. Az, hogy a sztorit végigviszik, az biztos, de hogy utána nyomjuk-e, azt már mondjuk én annyira nem hiszem, nem lesz annyira idő, de a sztorin végigmegyek. Méghozzá úgy, hogy megpróbálok útközben mindenféle melléküldit megcsinálni, és akkor utána... Hát tudjátok. Nincs vele bajom. Hát igazság szerint nem lehet belekötni. Tehát, hogy az, ami a leveling alatt a storyban, meg stb. Elénk tárul, abban nem lehet így igazság szerint belekötni. Az már inkább egy kérdés számomra, ide felmegyünk, hogy mi lesz majd akkor, hogyha befejezzük a játékot, és utána endgame. Eddig bírtam, hogy nem vettem meg. Most csalódtam benned, Spectral. Csalódtam. Szóval az endgame content dönti el, hogy jó lesz-e a játék, vagy sem. Én azt gondolom. Az alapja az még a háromnak is olyan volt, hogy végig lehetett rajta menni. De az öreg mit csinál itt? Én nem is emlékszem, hogy találkoztam volna vele. Valaminek az alakja speckó jelentést tartalmaz. Pikangó! Annyira belemerültem a munkába, hogy észre sem vettem, hogy egy másik utazó is van, akivel itt állok. Hogyha még nem mondtam volna, egy festő vagyok. Nem veszel észre, Pikangó, Link vagyok. Mi az Isten? Miért nem látja, hogy én vagyok az? Oké, ezek a titokzatos szigetek. Még csak most... Tehát most csípte el a tekintetem őket. Aha, egy kisebb szigetet festettem. Hol? Ja, hogy azt ott fent. Felhőktől alig látszik. Oké. Mint hogyha beszélne hozzá valahogy. Értem. Szóval azt akarja megmutatni, hogy oda menjek fel. Arra gondol? De itt nagyon meleg van. Jesszusom. Megy le a HP-ink. Gyorsan a jeges fegyót fel kell, hogy vegyük. Persze el is felejtettem, hogy itt ezen a környéken ez a probléma. Nagyon-nagyon meleg van. És akkor egy szentélyt kellene látnom a távolban valahol. Ott fent. Akkor induljunk meg a felé. Amit nem vettem még meg. Ez a kísértés. Vág, ezt tudom. Egy csöppem zi a haja. Örülnék, hogyha nem venne észre. Miért? Pikangó rendes. Egész játék alatt az előzőben is segített és felfedte előttünk a
fontos lokációkat emlékeim szerint legalábbis. Azt a mindenit! A nem szarra a gurító következő részében. Egy háromfejű hidra sárkány. Ez megint olyan lesz, mint amivel a Kolosszumban találkoztunk, ugye? Ott jön már a... Ott jön már az utazó bigyulánk, várjál. Hova esik le? Oké, ez teljesen lement az aljára. Rendben. Előbb a szentély, utána az utazás. A múltban szándékosan mókoltak valamit, hogy ne emlékezzenek Linkre. Nem. A múlt az már korokkal ezelőtt történt. Tehát ahova most Zelda visszament, az egy annyira ősi idő, hogy akkor még a Hyrule királysága még csak akkor jött létre. Tehát minket nem törölhettek el belőle. Érted? Meg milyen indokuk lett volna? Az ott mi lesz? Ez egy korokszi lokáció? Hát... Szerintem ide banánt kell tennem, elhiszitek? Van egy olyan megérzésem, hogy ide banán kell. Nem. Vagy nem úgy. Akkor mi kell ide? Almát tegyek be oda? Nem. Valamiért mégsem emlékeznek. Lehet, hogy valahogy így az új playerek számára nem lőnek le sokat ezzel, nem? Ajaj. Hát neked most azt hiszem nem nagyon örülünk, de semmi baj, Stontalus, szevasz. Most! Jézusom! Vissza az egész. Oké, felvettük a fegyvereket? Nem annyira. Mit tehetnék? Luminous Stontalus Hammer. Szétverjük. Hát ja, de bosszokra kéne használni, akkor ez az. Menjen! Gyerünk Link, felmászol, megcsinálod. Oda néz, hogy veri. Egy állat ez a Link. Nem normális, amit csinál. Hát ez nem normális ez a gyerek, hát ez szétütötte. Jön a HP. Jézusom, összetört? Össze. Meg vagyunk. Most lefekszik megint. Nem jó! Jaj, Link, barátocskám. Ez szar lesz. Pedig már majdnem rajta voltunk a tutin. Ez 6 HP. Ez is 6 HP. Ez 6, 7, 4. A 4 az jó, köszönöm. Lehet. Távolabb kell futnom, nehogy valami baj legyen. És most. Gyönyörű. Készen állok. Széttört, mert elé álltam. De nem baj. Elkapta valahogy. Furcsa volt, de meglett. Ott a vége. Jó, ez egy tényleg jó fegyver lett így. És akkor most eldobott egy másik szívecskét, ugye? Azt pedig összepakolhatnám akármivel is. Hát gondolom a Traveler Sword lenne. A Boko Reaper az már így is össze van rakva. Talán. Wow! Mennyi királyság esett ki? Topaz, Ember, Diamond is van benne. Ez királyság. Nem is ezt hanem ez a Traveler Sword lesz szerintem, ami ide be kell, hogy kerüljön. Ritka Stontalus szív. Menjen. What? Ja, várjál, levettem a fegyvert, most bánt minket a hőség. Így, ez egy 38-as támadó értékű őrület lett a végére. Kell a hűtőbigyula. Kell, hogy összeszedjünk itt mindent. És ezeket is ki kellene farmolni, hogy nehogy itt maradhassanak, hiszen... Nem kellene itt hagyni... Sok érdekes értékességet. Semmim nincs, amivel... Semmim. Hogy lehet farmolni ebben a játékban ezeket, hogyha nincs nálad egy alapfegyver, amire rápakolhatod köveket a környékről? Mindegy, nem felejtjük el, hogy ez itt van. Itt van a kavics. Már lehetséges, hogy ehhez rá lehetne szerelni? Szerintem a Boko Reaper az már úgy működik, hogy ezt ne tud megcsinálni, nem? Aha, a fuse már használva volt sajnos rajta. Maradj a lábához közel, de hogy maradok, hát rám lép, megöl. Ez a sárkány nem szarral gurít, nem mondom. Megláttuk közben a kavicsot is, ami lejött az égből. Sárga felé menetelünk, és... Hát bizony. Azokat a köveket szerintem... Hát...
Hogy lehet, hogy a sárga izé jelölőm az túl van ezen, tehát hogy másik oldalon. Az nagy baj. Ezen senki nem akar által menni, ugye? Nem akarsz ezzel megküzdeni, nyomok egy mentést. Ah, messze van, tehát itt van az aréna. És akkor amögött kellene lennünk. Jó messze. Egy mentést azért ide teszek. Erős vagy, kibírod? Nem szabad, hogy ráfüggj. Elveszi az időt a zenétől, mindenféle más tanulástól, családtól, munkától. Idő után ott fogsz tartani, hogy úristen, már a munkahelyemnek is lőttek, a barátnőm is elhagyott. Egy alkoholista vagyok. Itt ülök boxerben és nem csinálok semmit, csak jablózom. Mi ennek az értelme? Mit tettem az életemmel? Kata is megvette? Neki szabad. Már látjuk a szentét, amit kitűztünk magunk elé célul. Hát ezt legyőzni még mindig nem tudjuk, hogy hogy kell. Lehet rewindolni ezeket a köveket? Nem úgy tűnnek, mint hogyha lehetne. Nem tudjuk, hogy hogy kell legyőzni. Lehetne szórakozni vele, nem azt mondom. De talán nem most van itt a megfelelő idő hozzá. Ez visszaküldhető? Nem. Ez megragadható? Nem. Csak úgy ide van téve. Az mi? Érdekes, hogy milyen hieroglifákat hagyott maga mögött. Mindenféle ilyen leeső, az égből alá zúduló kavics. Haladunk közben, minden rendben. Nézd ezt a gigantikus teret, ami előttünk van, és az... Hát ennek egy jó részét be lehet járni. Ez a legmeredekebb az egészben. És ez csak itt a sivatag. Hát tudjátok, hogy hány rész van itt. A hegyek között, meg alatt, a völgyekben, meg a föld alatt, és a föld felett is. Gigantikus ez a játék. Én szerintem az előző Zelda területe emlékeim szerint 5-ször volt akkora, mint a Skyrimnek a területe. Most el lehet képzelni, hogy így, hogy hozzáadták a lenti részt, meg még az égben is lehet nyomulni, most hányszorosa lett a Skyrim területének. És hát azért jó sokat szórakoztunk már a Skyrimmal is, csak úgy mondom. Te is boxerben ülsz, te csak diablózol. Meg ugye nem vagy Alkesz, hát mondjuk Alkesz nem vagyok. De barátnőm nincs. Munkám most már van. De eddig mondjuk az sem volt. Érted? Ne akarj olyan lenni, mint én. Nem jó. Megérkeztünk a következő szentélyhez. Aha, itt vannak a lizálfosék. Nem akarjuk őket. Bár egy-egy lövés, vagy egy-egy jól irányzottal. Tudod, mit intézzük el őket. Nem kell hozzá semmi. Csak a megfelelő fegyver. Gyertek csak! Ez megfagyasztott! Jaj, ne! Hely fel, Link! Szükségem van a jeges kormányukra. Meg a fegyvereikre persze. Készen állok. Vissza a jeget. Jó, és akkor így nem is gyulladtunk fel. Megvannak a fegyvereik. Ezekre lehetne most fúzionálni mindenféle királyságot. Nice! Na hát megérte ez. Ezen felmehetek az égbe? Nem. Ott azon viszont felmehetek, ami ott érkezik. Aha. Lehet, hogy ez úgy van beállítva, hogy te éppen mész valahova. Lehullik az égből. Nézd, ott is lebeg valami. Aj, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lett vajon a Divine Beast-ekkel. Az nekem teljesen. El van veszve, hogy velük mi lett. Beteljesítették a gurmé hús céljukat, és aztán eltűntek a játék világából. Persze lehet, hogy még nagy meglepetéssel visszatérnek, és akkor megőrülünk. Félszemmel figyeltem most, hogy van ez. Safety car volt. 5 perc van a különbség a Peugeot és a Toyota között. Hát ez azért van, mert az egyik egy francia szar, a másik meg egy japán király autómárka. Milyen volt a Summer Game Fest, mik a vélemények és a várt játékok? Volt rajta sok olyan, ami teljesen hidegen hagy, leginkább ezek a kooperációs és multiplayer meg egyéb hülyeségek. Nekem nem volt annyira nagy, mert az egyetlen, ami viszont, na jó, nevezzük inkább kettőnek azt az egyet. Szóval az, aminél azt mondtam, hogy lootbör, meg minden, az a Final Fantasy folytatás, mert én azt nagyon-nagyon vártam már, hogy lehessen azzal
annak a sztorinak egy folytatása. Itt van a Kitavak szentély. Mai eventek nagyon jók voltak. Azt nem láttam, mi volt ma? A másik pedig az a kis víz alatti, ami, mi a neve? Under the Ocean, nem tudom már mi volt a neve. Az nekem nagyon tetszett, meg az LMV 2. Ezek azok, amik fullosak, a Life of P, nem, Lies of P, Lies of P is érdekel, aminek ugye most elérhető a demoja, de még nem próbáltuk ki, mert nem merem. Félek, hogy olyan lesz, mint a Steel Rising, és teljesen elveszi a kedvemet. Upward and Forward. Spider-Man 2 az olyan lesz, hogy már be volt jelentve, úgyhogy azért nem feltétlen oda sorolnám. Azt akarja, hogy másszak rá és le fog menni. Ott 70 játék két event alatt, 25-35 elég érdekes volt. Már a kinek persze. De ezt nem tudod mozgatni? De tudod, csak vinni kell magaddal. Mit csinálsz? Ja, hogy fel akar dobni. Fel akar dobni, értem. Nem így képzeltem el. Hát ez egy hülye mozdulat volt tőlem, elnézést. POP bejelentés. Mi az a POP? Ez érdekes. Ja, Prince of Persia. Nem. Nem, nekem a Sands of Time-mal valahogy kezdődött és véget is ért. Izé volt még, hát ugye gyerekkorunkban a nagyon régi. Prince of Persia. Ez mi? Rá kell raknom valamit. Azt. Megtekerjük. Nekem annyira nem, de megértem, hogyha mondjuk neked az ízgi lesz. Én nem voltam nagy fanatikusa, így aztán... Ez itt most jó lesz? Hát, ha nem ütközik, aha, nem ütközik, akkor mehet. Nem jó lehet. Jó, megvan. Jobban azt mondtad, hogy előzményeket játszani kell, akkor a popnál is. Nem akarom. Nem, tényleg nem szeretném. Úgy emlékszem, hogy a Sense of Time az nem öregedett jól. Mint ha valaki játszotta volna nem régiben, és hát így látszódott volna, hogy ez nem annyira szuper. Mai szemmel nézve már. Persze régen menő volt meg minden, de azért ma már én nem tolnám. De Diablónak viszont játszottuk az első és második részét. Nem emlékszel rám? De most az lesz a lényeg, hogy fel kell, hogy dobassuk magunkat. Ezt mondjuk nem annyira nehéz megcsinálni. Le kell venni. Várjál, ez egy libikóka? Ebben még akár baj is lehet. Ajaj. Fog meg kérlek azt az oldalát. Most mi lesz? Jesszusom. Várjál, mi lenne, hogyha ide tenném? Jó. Akkor így fel tudok menni? Hát ezt nem feltétlen merem. Akkor jó az, hogyha jön egy másik elem is ide, ugye? Nézzük meg. Oké, egyőre meg vagyunk. Ez az út kreálmány, ez nem egy annyira szuper nehéz dolog. Itt kell állnom és azt meg kell lőnöm, hogy feldobjon, ugye? Hát ez elég gyengusz volt, Jóska. Azt a büdös mindenit. El ne menjen ez a fegyver, mert akkor meg az lesz a baj. Bokó Reaperrel kellene majd megcsinálni. Hogyan lehet? Lehet, hogy tényleg a szélén kell állni, a lehető legszélén. Ez mondjuk esetleg... Ez mi volt ez, kérlek? Már megint. Jó. Nekem kedvelt széria, mindegy, játszottam régi 2D-t is, most visszatérünk a platformer formátumhoz, nagyon megörültem neki. Izgalmas. 90-es évek DOS klasszik játéka. Igen. A Settlers is, ja. Vannak ott jó címek. Mi lenne az, ami ezen segíthetne?
Érdekes. Érdekes. Itt mi az, amit nem értek ebben a mechanikában amúgy? Például, hogy mi a francért nem hozok ide magamnak egy létrát, ugye? Hát ez... ez hülyeség lenne ott hagynom, ugye? Eddig jó. Szerintem szükségem lesz a többi elemre. Aztán lehet, hogy hülyén gondolom. Ez lehet, hogy úgy adották meg eleve, hogy ne tudj felmenni semmiképpen sem. Vizsgáljuk meg Link képességeit. Ezt a dolgot illetően. Tényleg? Ja, hát akkor... Jól van. Minden problémára létezik többféle megoldás is ebben a játékban. Nem kell nekem itt libikókázni meg szarakodni. Tessék. Felmásztunk a falon. Night of Blessing. Ez a Gerudo sivatag talán elsője. Ezzel tök jól vissza lehetett szerezni a HP-nkat. Nem volt ez olyan szuper nehéz, mint az ember gondolta volna. Ugye nem értettem, hogy miért nem akar az ott elegendő erőt adni. Mert lehet, hogy kellett volna valami erőátviteli dolgot betenni oda alá. A libikók alá, és akkor esetleg jobban feltolt volna minket. Nagyon furcsa ez a sivatag. Várj, most hideg lesz, ugye? Még egy olyan nem vész. A sivatagban... Oda néz. Oda néz. Az komoly. Hogyha ha bemész oda... Na jó, ez most több szempontból is furcsa nekem. Megpróbálunk oda bemenni. Várjál, a sárkány az ott van, erre felé jöttünk. Alattunk hatalmas területek terülnek széllyel. Ott is van egy szentély, akár azt is célba vehetném mérni alapon. De ez az, amit itt furcsálok, mert nem csak, hogy itt maradt a helyén a labirintus, de ráadásul most még az égben is ott van, és egy térbeli puzzle-ként szolgál, amit azért mégiscsak sokkal-sokkal nehezebb megoldanod, mint hogyha tök szimplán felülről másznál végig egy ilyen őrületes bringagépen, nem? Lesz hideg lenni itt, úgy látom. Most ezeket, hogyha megütjük. Ez az. Az is jó volt. Na, megértem, mert a fehér csúcsúzsálin még nem annyira sok van. Lehet, hogy ez a másik szenték kéne, vagy meg kell találnunk a módját annak, hogy hogyan emelkedjünk fel. Figyelj, ott vannak ilyen lehetőségeink. De hogy mész fel? Ez... Várj, ott jön. Érkezik. És ez oda fog felmenni szembe? Ide fog lejönni? De rohadt jó. Nem mondod. És tényleg oda érkezik, vagy lehet, hogy mögé. De nem baj. Ácskacok, lehet, hogy megnézzük ezt a labirintust. Még 0 óra 50 van. Utolsó fél órát rászállhatjuk erre, hogy még ezt is megpróbáljuk megoldani. Állj meg, Link. Kicsit állj meg. Úgy, jön az a stamina vissza. Most kell mászni. Szépen lassan megpróbálunk feljutni oda. Na, ez nagyon érdekes. És akkor ott bent mit láthatnánk? Egy gloom terül szét. Legalábbis innen úgy látom, hogy gloom van rajta. Vagy benne. És ott középen pedig lehet, hogy valami fel fog minket küldeni. Nézd, milyen sok kavics zuhan. Ez azért jó, hogyha ott olyan, mert akkor felemelkedéssel is felmehetnénk, de ha már elkezdtünk így lazán mászni, akkor maradjunk így meg ennél. És? Várjál, Link, várjál, mert itt úgy látom, hogy megálltál. Akkor mégiscsak felemelkedünk? Nem, majdnem jó volt, de a vége szar lett. Olyan ez, mint a Biblia. Engedd el? Tudja csinálni? De hogy tudja? Na jó, akkor mászunk így. De ne szórakozzunk, inkább haladjunk, mert itt vár ránk egy kavics, ami nagyon szeretne visszamenni az égbe. Nem az amiibót kérem. Ezt kérem. Nézzük, hogy fentebb megy-e. Mint a labirintus maga. Szevasz, Samon, hogy vagy? Te megcsináltad ezeket? Nem, ez nagyon lassú. Ez nagyon-nagyon lassú.
Ez nem fog felvinni elég magasra. Jézusom. Ugye, ez még... Ez a fél távolság. Hát ezt nagyon meg kéne erősítenünk valamilyen úton módon. Megpróbálunk elmenni odáig. Ajaj, nem teljesen értem. Női pilóták vezetik a GT mezőnyt. Brutális Le Mans-ban. Hogy mész fel ide? Ez olyan, mint hogyha fentről kellene igazság szint lejönnöm, nem? Áh! Amon, nagyon örülök, hogy itt vagy. Kedves vészkorista streamereink ma este, akik itt voltak. Amonstein, Seris, aki saivaival kezdi a nevét. Aztán itt volt még ma Kata 148. Ki volt még itt a csapatból? Hát oda nekem le kell mennem szerintem, mert itt ezt hiába jöttem fel megoldani, ez nem lesz elegendő. És meg már nagyon meleg van. Felemelkedés itt nem segíthet, ugye? Nem. Akkor dive-oljunk egyet. Nézzünk körül, hát ha. De szerintem ez úgy lesz kitalálva, hogy neked itt bátorság próbát kell majd kiállnod megint. Venka is itt volt. Venkát nem mondtam. Jaj, Venka, igen, ő volt még itt. Barátocskám, ez a hely. Nem vagyok benne biztos. Na most, hogy a francba legyen. Hol kell lemenni? Itt van lent egy láda, jól látom. Ez egy raketta? Lemész és felhasznál? Nem, ott van lent valami. Lehet, hogy megbánom még. Ez nagyon mély. Aha, jó, kirántjuk onnan. Jó. Nézzünk bele. Egy nagy elem. Jó, ez nem annyira rossz. Big battery. Ez rossz. És a térkép mutatja, hogy hol van a gloom által fertőzött terület. Itt megállhatsz? Szaladás, 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 HP-veszteség. Jó. És utána vissza fog állni a HP-d. Jó, értem, működik. Felfelé is kell nézni, nem csak oldalvást. Mert itt a falakon is van gloom. Azt a... Na, menjünk ide be? Ja, hát de mit? Hát persze. De buta vagyok. Hát van nekem felemelkedés képességem. Ó, hadd szóljon. Hát most egy földmaci van, nagyon tetszik a szeles farkas. Azt a mindenségét. Lehet, hogy ma még én is nyomok egy kis Diablo-t. Így a voltvágás után. Kár, hogy lefelé nem lehet menni. Ajaj, ajaj, itt ezek semmik. Lehet, hogy onnan alulról kellene megtalálnom a módját, hogy felfelé tudj. Elviselhetetlen a hőmérséklet, várjál. Ennek is jeges. Tudsz a hátunkra. Hát, gyerekek, én ezt nem látom. Lehet, hogy nem fentről kell nézni. Mert hogy az előző helyen folyamatosan fentről néz előttünk, ugye? Lehet, hogy most az lesz a kitaláció, hogy okosan nézd meg, hogy lent mit érhetsz el. Vagy legalábbis lentről hova tudsz bemenni. Barátom, egy rohadt nagy labirint. Várjál! Ez egy mak. Aha, lehet, hogy makkokkal vezet minket valami, ugye? Nézzük meg. Ott is van egy. Lehet, hogy csak az elsőt kell megtalálnod, hogy onnantól kezdve megtalálj mindent? Ez mi? Második nap a kutatási. Szóval ez a kutatásnak a második napja. Kerestem átjárókat, mindegyiket megnéztem egyesével, de nem találtam semmit, de jó érzésem van az utolsóval kapcsolatban. Az egyetlen dolog, ami a felfedezéstől távol tart, az most már az, hogy későre jár. Próbálom a izgatottságomat valahogy megtartani és aludni, visszatartani és aludni egy kicsit. Van itt valaki, aki fel akarta fedezni ezt a környéket, ugye? Aha, és ez a széle lesz az egésznek. Valószínűleg bent lennének azok a részek, amiket jobban át kéne nézni. Ezeket a homokizéket arrébb lehet lökni vajon? Lehet, hogy csak izére lenne szükség, bár... Nem tudom, lehet, hogy el kéne fújni.
Tudod, ilyen levélbi gyulával. Szemben van valami növény, ha jól veszem ki. Annyira király, hogy megtartották a felfedezős zenét a játékból. Mármint azt, amikor valami puzzle-t kell megoldanod, ugye? Én legalábbis nagyon szerettem ezt az előző részben. Nem tudod semmihez kötni a játék zenéit. Nem olyan zenék, amiket leülnél és hallgatnál, hanem sokkal inkább ilyen ambient. Tehát, hogy mindig adott szituációban hangzanak jól. Hát az utolsó HP-t mindig be kell, hogy áldozzuk. És ide bejössz, akkor ide hova mész? Egyel sikerült bentebb jönni. Az előbb nem pontosan erre jártam. Lehet, hogy el kéne dobni valamit. Na várjál. Ez itt mi lehet? És itt végigfutok. Nem jó. Nem jó. Menjünk fentebb. Nem tudom, hogy mit keresünk, az a baj. Lehet, hogy nem is jó irányból közelítjük meg a célunkat, nem? Utána nem látunk semmit a gloomon kívül. Itt sincs semmi. Hát aztán az lesz a legkellemetlenebb, amikor kiderül számunkra, hogy nyilván itt nincs is semmi, amit te összeszedhetnél. Lehet, hogy üres. Próbáljuk meg ezt a másik oldalt is megnézni. Itt volt ez a nagy lépcső középen, ugye? Ez nem lépcső. Vagy az, de... Mit mutat, hogy alul... Alul van valami, ami olyan, mint a gloom. Ilyen virágszerű. Hát, hogy egy virág alakban lesz. Hát, mi lenne, hogyha itt ennél a sarkánál kezdenénk megint vizsgálódni? Ez hülye ötlet? Motorsport virága nem igazán szokta lázba hozni a csajokat? Miért mondod? Ott az mi? Az egy láda? Nem, valaki ott oda, ott hagyott valamit. Jó, vizsgáljuk meg, inkább mint hogy ott maradjon. Láda. Röptében rúgta ketté. Ó, oh, egy Mighty Zonite Longsword. Nice. Ha valami zonite őrületet pakolnék rá, az nagy mértékben emelt. Ó, lehet, hogy ez az? Attack speedet kölcsönözne, vagy attack damage-et. Mi? Mit csinálsz? Itt alig bírt átmászni? Ez mi? Még egy journal, szerintem. Harmadik nap. Nem mindegy, milyen messzire megyek, vagy merre fordulok. Minden ugyanannak tűnik itt. És ez a gloom vesz, vagy borít be mindent. Valahogy megoldottam, hogy lenyeljem a... mindent maga alá gyűrő vágyamat, hogy haza szaladjak, és... Megpróbálom itt eltölteni az éjszakát. Remélem, hogy lesz elég makkom, hogy jelöljem az utat majd visszafelé. Szegény. Lehet, hogy itt meghalt. Oda is rakott egy makkot, látott, tehát makkal próbálta jelölni az útját. Nem hiszem, hogy ha be is tudott jönni ide, nem hiszem, hogy meg tudta oldani, hogy tovább juthasson. Ez. Na ez itt mi? Tedd el azt a fegyót. Lehet, hogy itt kéne felmennem? Nem. Ez csak az átvezető. A B és az A szegmens között. Hát fogalmam nincs. Ez tiszta durva. Hogyan jelölte vajon még az utat? Innen szerintem a makokat nem is nagyon lehet látni. Itt jött ki, ugye? Tehát ez volt a jelölt rész, így van. És hogyha itt elindulsz erre, akkor mit találsz? Hát, ott is van mak. Próbált volna tüzet rakni. Nem, itt nincs semmi. Kövessük a makkokat, előbb-utóbb csak eljutunk valahová. Szegénynek nagyon kellett szaladnia, gondolom, mint Linknek. Ott is van. Ne legyen gond. Hoppácska. Megvan, megvan, megtaláltuk. Negyedik nap. El sem hiszem, hogy ezt írom, de itt állok egy ősi zonáj
rommal szemben. Milyen hatalmas felfedezés! Ettől a félelem és a kétségek... Micsoda? És az, hogy nem voltam biztos, hogy idejöttem, és már teljesen kiderült, hogy megéri, vagy megérte. Csak az a kár, hogy nincs ötletem, hogy mik ezek a romok, de visszamegyek és jelzem az embereknek, akik esetleg tudhatják majd. Itt van egy szentély. Hadd szóljon! Ez a... Mocsu Sis. Nem tudom. Csak 62-vel összeállt a kettős Druid Fantasy build-em. Úristen. Engem nagyon zavar a játékban, egyébként a Diablo-ban, hogy csak 4 skillt lehet használni. Nekem valahogy... Nem tudom, lehet, hogy a Diablo 2 után túl sokat nyomtuk, meg a 3 után, vagy a 3 és a 2 között. Lehet, hogy túl sokat nyomtuk a WoW-ot, és amiatt nem tudom eldönteni. De annyira kevésnek érzem, és annyira limitáltak így a lehetőségeim által a... Ez van bennem mindig, hogy akkor most ezt amiatt nem használom, mert akkor ehelyett inkább egy izé... Van 6 darab választható skilled, érted, meg az ulti, meg az ilyenek, és akkor egyiket se tudod rendesen. Vagyis, hogy nem mehetsz rá kettőre egy izén belül, egy autóatak az is kimerül, vagy kikerül, mert ugye annak a helyre is beraksz egy skillt, hogy menekülni tudj, meg nem tudom, nekem nem. Az a része nem jön be. Megvan a második. És most az, hogy megvan ez a szentély, mit sikerült itt felfednünk? Hogyan fogunk felmenni az égi labirintusba? Az nagyon magasan van ám. Lehet, hogy a szentély megoldásával megnyílt valami, ami felküld bennünket magasra. Tudom, mint hogyha a gloom törne elő. Aha. És hogyha... Aha! Romok lesznek alattunk. Mármint, hogy mélység. Kockodtam tőle visszanézve a D2 build-emet, nem használtam 6-nál több skillt normálisan soha. Aha. Hát gondolom, hogy én sem amúgy. De azért mondom, hogy nagyon sokat wowoztunk, ahol meg ugye aztán 0-tól 9-ig, meg még a néhány betűt is rá kell pakolni, és akkor néhányat még klikkeltél is. Hát volt vagy 30 különböző skillet, amit használtál. De most mit csináltunk? Nézd meg a chatet, néztem egy pillanatra. Most mit csináltam? Jaj ne, mit láttatok? Ti láttatok valamit? Lehet, hogy kinyitottam az utat fölfelé? Várjál, feljebb megyünk. Nem láttam, hogy mit csináltam. Megnézzük, hogy mi van ide fent. Ja, annyi, hogy ezt kinyitottam, hogy mostantól beeshetek ide? Várj, mert ott is van valami, de nem mondan estem be ide? Figyeltétek, hogy mi történt? Hát nekem lett volna a resortom, persze, nem azért mondom. Ezt meg már olvastuk, aha. Menjünk fentebb. Jobban szerettem a D2-ben, hogy már rögtön az elején megtervezted, hogy mire hány pontot kell tenned, tudod? Mert ott azért sokkal jobban egymásra épült minden. Más egy MMO teljes eszköztár, fel kell tudni oldani a harcokat, be kell tudni oldani RPG-nél, bildeléstől kezdődik a feladat megoldásáig, tehát mit adsz fel, miért cserébe, egyik sem jobb. Na hát ja, persze. Csak az, hogy nem épül annyira egy dolog a másikra, mint hogy ezt én szeretném, tudod. Nem kell olyan mélyreható buildekben gondolkozni, mert bármelyik pillanatban visszaveszed a pontokat, aztán jó napokat, ennyi volt. Jahaha! Igen, tudom, szevasz! Ja, jó sokat össze kell szedni belőlük. Bár az inventory méretével én már így ki vagyok békülve. Sajna nem jöttem rá, ti meg nem mondjátok meg, milyenek vagytok. Hogy mit csináltam ezzel? Aztán lehet, hogy csak annyit élnek, hogy kinyitottam a lenti részt. Várjál! Hát most jut eszembe. Lehet, hogy a föld alól, a szentély, a föld alól kell valaki kinyitnom. Igen.
Tehát, hogy ide lejössz és megpróbálsz átjutni ide, menjünk el ide. Ne menjünk a föld alá. Ha el tudnánk menni odáig, akkor lehet, hogy előidézhetnék egy olyan magasra törő ilyen légáramlatot, ami felvinne minket a fenti labirintusba is, amit már ugye, hát nem tudom, el sem tudom képzelni, hogy hogy kéne megoldani. Olyan, mintha most a D4-ben teljes mértékben attól függnél, hogy milyen erős gírt kapsz, és igazság szerint nem a skill-ekből jön a damage-ed, mert tehát, ha például a kettőre emlékszel, ott azért nagy mértékben azon mulatod a magát, hogy milyen skill-eken hány pont van, hogyan épül egyik a másikra, és hogy mit szerez abból. Itt meg inkább olyan, hogyha van egy legendás tárgyad, ami úgy modifájolja az egyik képességedet, hogy szuper OP lesz általa, akkor vagy te nyerő. Tehát, hogy a legendás itemeknek a különböző őrültségei. Én legalábbis így érzem, hogy most sokkal gírfüggőbbé tették az egészet, viszont a gírt könnyebb megszerezned. Gondolom, hogy ez meg már a modern korunk egyik baromsága, hogy a gyerek nem fog játszani 8 héten keresztül, hogy egy legendarit megszerezzen, hanem inkább izé. Mondjuk úgy meg endgame ez megfordul. Tehát ott már mindenképpen a skillekre kell rámenni. Ilyen furcsa szobrok mondja. Gyanús írományok vannak rajtuk mindenhol. Most kihallgattál, mi? Nézd csak meg ezt a hatalmas szobrot, mondja. Tudom, hogy sötét van és nehéz látni, de nézd, ott is van egy. Úgy tűnik, hogy minden egyik a következő irányába mutat. Egy hosszú láncot alkotva. De nem fogsz elég hosszú ideig élni, hogy többet láss. Mi, Link? Mert itt meghalsz. Ez igen. Gyere ide, te csicska! Torkod, elvágom! Mit rakjak bele? Mighty Zonate Long Swordot. Mehet! Erre most nem váltottam fegyót? De váltottam. Haha, hülye gyerek! Így mit kapott? Wow! Nem dobtál a pengéjét, az Eightfold Blade-et? Nem. De jól láttuk, elhiszed ezt? Ténylegesen jól láttuk. Csak nagyon messze van. Tehát tényleg erre kell menni. Tényleg van itt valami. Nem is tudom, hogy mikor oldottuk fel ezt a területet, de talán az. Talán az lehet ott a szentély alatti rész. Vizsgáljuk meg. A sárga jelölő. Aha, pontosan az. Igen, odáig kell eljutnunk. Most lehetséges volna oda is felmenni, és megvizsgálni, hogy mi van. Lehet, hogy csinálunk itt egy járművet. Ja, de mit kéne összerakni ebből? Bármit, ami képes arra, hogy átmenjen a Gloomon. Ez rohadt jó lesz, na nézzük. Csinálhatnék egy ilyen tankot? A tank az lassú. Csináljunk inkább. Itt a historiban 30 különböző dolgot beletett. Ezt a rohadt, és még csak a csilla az a 30. addig. Milyen sok mindent építettünk, wow. De nem. End of record, nem. Hogyan tudnék átmenni? Ide. Aha, ezek a tervrajzok, és hogyha ide átmegyek, fentebbre, az még nincs kinyitva. Na, nézzük csak, lehetne egy ilyen... Nem, ez ugyanúgy átmegy azokba, amiket nem régiben építettünk össze. És hogyha tankot akarnék összerakni, akkor mit raknék össze? A kerekei azok megvannak. De semmi más nem tud belépülni? Nem, akkor a tank nem megoldás. Nem mondod, hogy egy repülőt akar összerakatni velem, ami rugó alapon működik, és... Nem hiszem. Mik azok a... De várjál! Ez akár el is vihetne. Nézzük csak meg. Tegyük össze ezzel. Aha, ez lesz az. Megvan kettő. Nem tudod megemelni, amíg rajta állsz. Lehet a baloldalihoz. Miféle robot hangok? Mi ez? Ez egy úgynevezett, mi a szar ez? Ti vagytok azok? Megverem őket. Azt a mindenit, hogy megektek itt az ajtó előtt. Hallottátok ti is? Na,
és akkor az utolsó kereket még rápakoljuk arra a hihetetlen berendezésre. És akkor már csak el kéne valahogy intézni, hogy képes legyen. Mit csináltál? Hozzáraktad a repülőhöz? Ó, Istenem. Vigyük ki innen, mert nem tudjuk meg bigyulázni. Várjál. Toljuk a levegőben el ebbe az irányba, így. És mindegyik jó irányba megy, ugye? Aha, mindegyik kerék jó irányban van. Nézzük, hogy tudunk-e rátenni akármit. Semmilyen eszköz nincs, ami hajtana. Hát ez... Hát nem nagyon jó. Akkor miért van ez így? Mit lehet bele csinálni? Lehet, hogy azt akarja, hogy csak menjen így. Hát igen, csak kanyarodni meg nem tud. Akkor ez végtére is most egy szívás. Még hogyha irányba tenném, akkor átmenne itt a Gloomon. Tehát ennyit legalább nyertem vele. De itt át tud menni valóban? Vagy sem? Ez visszafelé világít. Nem baj, Link. Szarjál rá! Tök jó lesz. Saját arcodba reflektoroz bele. Így. Jó, mehet, készen állok. Aha, és akkor ezen átmegy? Hát... Nem. Ráadásul a lámpatest le is jött. Ez ki? What? Wow! A igaklán béliek külön járművekkel nyomják itt fent. Ez hülye. És lejön? Nem mer lejönni, mi? Be vagy szarva, kisbarátom. Mindjárt úgy meglövöldöznek. Az a baj, hogy a nagy keréktől az elején nem... Ha, csicska. Na, mostantól van egy olyan gépem, amit tudunk vezetni. Jó, már csak fel kell, hogy menjek oda. Na, ez metál. Oda néz. Hát beszarsz. Miféle gép ez? Ez őrületmenő. Őrületmenő, oda néz. És ezek a kitalációk. És ennek, hogyha nekimész bárminek, az azonnal széjjel csicskul. Fel kell, hogy menjünk oda. Itt helikopterekről is nyomják. Ez egy kapu? Nem, ez egy kapu lesz, igen. Lemerült. Nem baj, még irányban vagyunk. Hát... Ha elengeded, lehet, hogy gyorsabban töltődik. Szerintem onnan kell felfelé mennünk, és akkor... Hopszi! Valaki észrevett. És ez ide le tud jönni, érted? Vagy tud bombázni? Irányítsuk, mehetünk. Szóval, hogy beakadtam, várjál, azaz. Kamera egy kicsit lassan követi rá a mozdulataimat. De nem is tudok bevenni. Nem lehet, hogy valahogy máshonnan kell beugranom? Lehet, hogy itt van a bejárat? Ez lesz a bejárat, igen. Nem tudsz ott által menni. Hát, talán ezzel a tankkal? Talán ez átmegy. El sem hiszed, de át fog menni. Elegendő az is, hogy idáig átjött. Jó, megvagyok. És ez mi? Hülye gyerek. Annak valami tök metál. Szerkenty hülye volt, amivel ránk akart volna támadni. Szóval a Yigaklán itt mindenféle ilyen ősi járművet fejleszti és használ. Annak érdekében, hogy eltegyen bennünket láb alól, ugye? Ez például micsoda? Azt a mindenit, de király! Oda néz! Egy stabilizátor van rajta. Egy stabilizátor tartja fent a kereket, hogy soha... Hát beszarsz! Mi sebesség? Micsoda őrület? Ez nagyon menő. Wow! És képes tüzelni is. És a sötétben világít. Wow! Ott mit hagytunk benne a földön? Ja, az csak egy tűz, ugye? Nem, ez nem tudom, mi ez? Ja, egy kis Sandilian, oké. Na most akkor... Feljebb kell mennünk, vagy nem is tudom, benézünk ide. Van egy kis banon. Meg valami jegyzetek. Első a biztonság. A Zonai device-okból összerakott
járművek lehet, hogy kényelmesek, de azért követni kell az elővigyázatossági, nem tudom, előírásokat, tudjátok. Uh-huh. Kettő gyakori haláleset áll fent, hogy tartsd meg az egyensúlyod, nehogy túl kormányoz ezt a gépet, vagy hogy hát valami ilyesmi. Evakuálj azonnal, hogyha a gépezet kibillenne egyensúlyából. Védelmezd a vezetőt minden támadástól, akár egyetlen egy nyilvessző is fenyegetheti az életüket. Aha, hát ezt most már kicsit talán későn találjátok ki, kis barátaim, nem? Ezt meg szét kéne vernünk. Ne, nem ezzel, nem. Valami mással, mondjuk ezzel. Hát ez szar volt, de azért jó volt. Azért szar volt. Várjál. És akkor, hogyha ezt felemelném és ledobnám. Á, így működhet. Jó, jó. Ez lesz szerintem a jobb megoldás. Van benne egy íj, ha jól láttam. Hát ez gyönyörű volt. Megemeli, elengedi. Nice. Lootolunk, mint egy vadállat. 10 darab nyilvessző. Ott van fa is. Valaki szeretne kicsit gyújtogatni. És most kell felmennünk itt szerintem, ha már látom is, hogy mi itt a problematika. Fel tud menni vajon egy ilyen gépezet? Várjál, állj meg, állj meg! Szuper sebességre kell kapcsoljunk, felmegy ezen vajon? Nem, ez a falon nem megy fel. Jó van, hát de meg kellett nézni. Vajon fel tudok mászni ezen? Odafent, hogyha elintézünk még valakit, akkor biztos, hogy kapunk valami értékes lootot, nem? Mindjárt megállunk egy pillanatra. Szerintem ez pont egy olyan kiszögellés, amin... Aha, kicsit képesek leszünk előre haladni. Állj meg, Link, állj meg, Link, álljál meg, Jézusom. Ott van, megvan. És innentől már lehet ugrálni. Ez volt a taktikai stamina visszatöltés. És itt van az ajtó, amit mindjárt kinyitunk abban a pillanatban, hogy leszedjük az égről azt a kutyafost. Gyere csak, kisbarátom, hopp! Majdnem jó volt. Hát ez így, hogy elfelé megy, nehezebb. Mindjárt ide fordul, de milyen menő gépe van, és vajon milyen mennyiségű energia szükséges az, hogy ilyen sokáig a levegőben tartsa őt, ugye? Nem tud csinálni semmit. Szerintem nem tudod eltalálni. Akkor csak pocsékolod mind az 54 nyilvesszőlet, amik mennek el a vakvilágba. Próbáljuk most újra. Áááá! Jó, oké. Mindjárt megpróbáljuk újra. Mi lenne, hogyha inkább egy robbanó lövedéket lőnék ki rá? Vagy mi lenne, hogyha felmásznék ide? Ez innen jobb szögből lövöm meg? És nem lehet olyat, hogy azt mondom, hogy rewindoljuk az időben őt? Hát ez necces. Hála jó Istennek! Jó, ezzel megvagyunk. És akkor ezzel kapunk még 20 extrát a harmadik charge-unkba, valamint szerintem egy újabb izét is. Egy újabb sematicsot. Ott is van a 20. Ha már csak 10-et kell találnunk, hogy 3 extra cella powert rakhassunk be magunknak. És ott van a Iga tervrajz a monocyclehöz, de király. Na, mostantól monociklizhetnénk. Hát gyakorlatilag vakulásig. Oda kell elmennem, ha már látom a jelölőjét. Által ugrunk ide, aztán reménykedünk a legjobbakban, hogy valahogy még el tudunk jutni oda, ahova kell. Ide azért feljövünk. Mert hogy a pót is meg kellene keresni, mind a 3 pót meg kell találni, ugye? Vagyis, hogy hát tudjátok, ilyen izéket... Vendorokat, már nincsen semmi, ami íjként funkcionál, ugye? Rajtam legalábbis nem nagyon van. Ez removalva van? Ezt eldobtad? Jó, most megvan. Most kell egy fénytestet valahová jó messzire ellőnöm, hogy megállapíthassuk a szükséges utat. Vagy nem, hát az előttünk elterülő utat, és hogy megállapíthassuk, hogy hogyan, vagy milyen lépésekre leszünk rákényszerítve, hogy által hidalhassuk azt. Szóval egy jól irányzott lövés
Aha, jó, az már jobbnak tűnik. Akár oda felfelé is lőhetnék. Ez ugyanoda fog eletenni? Nem egy kicsit messzebbre. Ez király. És nekem ott mi lenne? Ott valamit nagyon mutat, hogy ide nézd egy csicska. 212 bright. Oh fuck. Ó, az se rossz, az se rossz. Megább most már ezt is látjuk. És nézd csak. Furcsa rész az egészben. Itt is van egy szobor, ami arra fordul, amerre nekünk mennünk kell. Hát a játék is azt próbálja velünk tudatni, hogy tényleg erre kell mennünk. Sok-sok póból, sok-sok jó dolog fog majd kisülni, ott lent volna valami építőszerkezet. Hát pedig nekem erre kell, hogy menjek. Én szerintem ez lesz az. Valahogy megpróbálunk átjutni ezen. Amúgy dobálózhatnék is, nem azért. Na most ezek hova fognak leesni? Ez ennyire mély? Nehogy már az még mindig zuhanjon. Jééé. De hát ez feneketlen. Ne mondd már. Na. Ja nem, csak ide esett le és pont nem láttuk. Hát ez meglepő volt. Á, itt is van valami. Na ez tök király. Oda kell felmennünk, de akkor először jöjjünk ide. Kicsit glide-olunk. Ez szerencsére nem az a matéria, ami nekünk gondot jelentene. Itt is van egy gyökér, akkor ezek szerint itt is van felettünk egy szentély. Úgy nem is lenne olyan nagy butaság tőlünk, hogyha elkezdenénk szépen lassan megnézegetni majd azt is, hogy a föld alatt felfedezett gyökerek fölött mindegyik szentélyben jártunk-e már. Mert ugye ezek mindegyike egy szentélyt mutat meg a felszínen. Hát jó kérdés eleve, hogy hol a francban lehetek, mert olyan lehetetlen helyeken jöttem le már megint. Háj, Traveler's Claymore. Tök jó, hogy itt a lenti részen a fegyverek egyáltalán nem sérültek. Szavasz. Most meg fog támadni. Jó. Egy kis zóna itt jött elő belőle, vagy kettő, meg egy Bright Bloom Seed. Csinálhatnék itt valamilyen gépezetet, amivel tovább mehetünk. Ez mondjuk lehet, hogy... Á, kormány is van. Itt a repülő is összejöhetne. Csináljunk egy repülőgépet. Csináljunk-e, persze, most mi? Itt szórakozzunk. Jöhet a repülő. Szerintem ez összejöhet. Megvan hozzá minden. Azaz, azaz, gyerünk. Hát ez tök jó lett volna. A fanplane. Összeszedi a kis darabokat a környékről. Nem lesz elég. Nem. Jó, nem baj, kettővel is talán meg lehetünk. Egy dologra kell majd nagyon figyelni, az pedig az, hogy a kormány a helyén legyen. Talán a kettő is elég. Mindjárt kiderül. Hát kicsit szar irányba ment, de attól függetlenül még lehet, hogy jó lehet. Hogy csináljuk úgy, hogy kiegyensúlyozatlan... Na, mi? Ez nem volt rajta. Nem mondd már. Tehát, hogy ne a szárnyakon legyenek a hajtóművek, hanem legyen itt elől. Ezt meg azért mégiscsak megpróbálnám a helyére fordítgatni, ugye? Így. Na, és akkor most, hogyha azt mondom, hogy ergaszkodunk innen. Hogy először menjünk a... Ja, előbb valószínűleg a gyökér lett volna a jó választás. Az meg itt helyezkedik el alattunk. Tudod mit? Lemegyek innen oda az alsóbra. Na nézzük. Ha? Ez majdnem jó. Majdnem jó, csak kellene nekünk valami, ahonnan meglódul. Mert hogy itt be vagyunk akadva. Tudod mi a baj, hogy felfelé áll a szárnya, nem? Nem, 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 ez így jó lesz szerintem. Ennek nincs baja. Az a kérdés, hogy... Hát hogyha így nem tud felszállni... Aha, jó, értem. Mi lenne, hogyha lelöknénk, és ráugranánk, és ráesve indítanánk el. Pedig úgy emlékeztem, hogy ezek azért nagyjából meg tudtak indulni. Mm-hmm. Jó irányban állnak pedig a propellátoraink. Képes volt ez megindulni. Hopp, 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 azaz! Hát persze, hát mondom én. Itt van valami előttem? Jó, ott is van egy szobor. Akkor most egy súlyos zuhanás következik. Ide. Leugrunk róla. Mondom, leugrunk. Jézusom, az nagyon rossz helyre megy most, ugye? Nem, az még egészen jó. Tök jó, hogy egyben is maradt.
veszélyes mozdulatok, csak itt nálunk a teachfairtv.mókáson. Ezeket a kaszkadőr jelenteket természetesen speckó hozzáértő személyek játsszák el. Ez már nem Link a mester színész, ugye? Úgyhogy nem kell aggódni. Itt szemben a felfedezett terület... Iha... Nagyobb, mint gondolnánk, de legalább van fény mostantól. És akkor most megmaradt a... Megmaradt a repülőn vajon, vagy sem? Már 7 órája megy a stream, azóta el van indítva a játék is. És a kontroller még meg sem csippant, hogy bármi gondja lenne. Közel másfélszer lemerült volna már időközben a PS5 kontroller. Felemelkedhetünk jó magasra ezekkel, sőt fel is fogunk emelkedni, ahogy látom. Összerakhatsz itt akármit magadnak, lehetne egy kicsi meghajtása itt a Cummendárénak, lehet esetleg... nem tudom. Csináljunk olyat, hogy 2 darab ilyen... összepakolva. És mindez rátéve egy ilyen elemre. Így. Ezeket szét lehet szedni? Ezeket oda tudod tapasztani? Oda tudja tapasztani, igen. Jó. Hát az elborult, nem baj. Vegyük rá ide is. Ezzel a dupla meghajtású hőlékballon powerrel fogunk felmenni. Egy fontos része lesz ennek az egésznek, hogy találjunk már valahol valami meghajtást. Ez egy rakéta? Az 4 rakéta? Ott vannak a sárkányok, megvannak, ezek lesznek azok, amik a kellő őt fogják szolgáltatni a meghajtáshoz, ez jó lesz, és akkor a rakétákat, ha beleteszed, akkor nem csak, hogy felrepülsz, ugye szállsz, hogy beszarsz. Arra lehet, hogy, na mindegy, próbáljuk kiegyensúlyozottan, és akkor a rakétákat pedig úgy rakjuk rá. Hát megint mi a fenét fogok építeni amúgy, a rakéták önmagukban fel fognak minket emelni olyan magasra, az első jó helyen van, légy, mert biztonságosabban ebben a napi be... Ja, a Luffy-t ne szúrd ki, igen, az fontos lesz. Levesszük mindegyiket. Imádom ezeket a rakétákat, mert a legnagyobb baromságokat csak is ezzel tudom végrehajtani. És még nem is tudjuk, hogy mi a fenére valók, azok a gömb-szerű képződmények. Most hova lett a rakéta? Ide belement, jó, jó, ez nem baj. Kettőt csinálunk két oldalról. Ezután pedig, hogyha ezt megnéztük, akkor filmezni fogunk majd a Dick Swordon. Még nem tudom, hogy mit nézünk meg, de azt nagyon. Vagy gyertek, aztán nyomulási lesz. Felvette? Nem vette fel. Így né. Na most ezt, hogyha egyszer beindítod, akkor mocskosul be lesz számindítva. Hát némileg a rakettát egy kicsit idébb is hozhattam volna. Nyilván epizód 3-at akarsz. Jó, van felem, nézzük. Abban jön létre a izé, nem a Johnny Cash. Johnny Cage. Johnny Cage, igen. Na mehet. Középre állunk, és mentünk. Hadd szóljon. De hová fogok felmenni? Let's go! Wow! A raketták leszállnak! De a péniszünk még mindig a helyén marad. Wow! És nézd, milyen szépen lassan emelkedik. Hát ez rohadt jó. Ez pontosan így kellett. Állj! Nehogy leessünk a végén. Korábban is legugorhattam volna. De király volt ez! És megvan az új szint, egy hihetetlen LEGO építmény. Összeépítéséből, rakásából. Hamarosan ez akár még jó sokkal megtolható lenne. Tehát, hogy akár még egy extra cellát, egy egész cellát, mármint úgy mondom, hogy a 3 bigyulákos cellát is. Mit csináltok itt? Oj! Az komoly! Jézusom szegény, hogy elgyaláztuk a levegőben. Szóval hamarosan még egy extra ürlet is. Lehetővé válna. Ú, szegény, a levegőben kaptam. Ez a longsword, ez nem a kedvencem, hiába.
Látszik is, hogy milyen béna vagyok vele. Ezek a hány százalék ezek a szigetek kb? Fogalmam nincs. Ezek nem is szigetek, hanem... Ezek föld alatti. Most a föld alatt vagyunk bent. És csak. Eddig ennyit fedeztünk fel a föld alatti részből. E fölött helyezkedik el, de pontosan a királyság, és minden, ahol ilyen gyökereket találtunk, az mind a föld felszínen egy szentélyt mutat. Tehát itt van egy light root, itt van fönt egy szentély. Látod? Itt is van egy korom, az a morok szentély. Mert visszafelé olvasva a nevük. A földfelszín alatt visszafelé van a nevük, a földfelszín felett pedig hát abban az irányban, hogy ezeknek kell lenniük. Tök jó kitaláció. Nem, a repülő szigetek. Ez a föld alatt van, ez a földfelszín, mert így van, föld alatt, földfelszín, ég. És akkor itt is vannak szigetek, látod? Nincs annyira sok egyébként a szigetekből. Szerintem ezt meghagyták DLC-nek. Szinte biztos vagyok benne, hogy majd lesznek olyan DLC-k, amik még több mindent adnak hozzá. Ja, tehát hogy kibővítették a világtérképet, ami ugye megváltozott eleve, Hyrule-nak a földje. És akkor a régiók persze ugyanott vannak, tehát azon nem tudnak változtatni. Domborzat pedig nagyjából megmaradt. Leginkább az, hogy a föld alatt is felfedezhetsz, és akár a föld fölé is mehetsz. És minden kapcsolódik mindennel. Nekem azt tetszik benne nagyon. Most hova megyek például? Aha, most már látjuk, hogy hogy lehet ott által menni. Hát, jobban jártunk-e, amíg fent voltunk? Ott látjuk a szobrot magunk előtt. Lehet, hogy itt használnom kellene a felmászást. Felemelkedést, itt nem fog felengedni mi. Á, nem, itt nem fog el... Já, szar helyen vagyunk, azt hiszem. Nem jó helyről próbálkozom. Pedig mintha jó irányba indultam volna el. Lehet, hogy csinálnom kellene még egy hőlégbalonos felmászási őrületet. Cucc még ott van. Mert hogy ide leérkezett az, amit létrehoztunk. És ha most megint megütöd, akkor megint jó felé fogsz menni. És minden, hogyha azt mondanám, hogy várjál. Enged azt el. Vagy ha azt mondod, hogy... Nem is innen a... Ó, várjál. Nem jó. Szétesett. Tehát akkor szétesett. Oké. Vagy lehet, hogy reszetelt mindent a játék. Itt szerintem itt reszetelnie kellett, mert mégiscsak szét kellett esnie. Annak, amit létrehoztam. De mondjuk így már mindegy. Ott maradtak a rakéták is. És a csávó mit akar a Zonai device-okkal? Van. Mondja. Megijesztettél, ezt ne csináld. Azt gondoltam, hogy a Iga klánból vagy te is. Siess és vedd fel a kutatóruhádat. Micsoda, hogy nincsenek kutatóruháid? Mi a Iga klánnal vagy? Igen. Micsoda? Azt feled állítani, hogy a klánunkból való vagy? Hát ez abszurdum. Csak kibújt a szög a zsákból, te kis majom. Úgy megverlek, beszarsz. Mutasd, hol vagy? Ez egy jó irányzott védés volt. Mit csinál? Aha. Nem jól csináltam. Ez egy jó irányzott csapás volt azért az ő részéről is. De ez már egy rosszul kivitelezett támadás lett volna. Eightfold Blade. Lehet, hogy ezt a Travelers-t fogom eldobni. Ígyni. És akkor most egy kavicsot rá kellene tennem valamelyik fegyverre, ugye? Igen, hogyha pont a Claymore-ra szerelnénk rá. És akkor ezzel van valami, amivel fát apríthatunk. Kellene valami olyan, amivel a kavicsra vagyok jól. Hát... Traveler's Claymore. Traveler's Sword. Szarjunk bele, megyünk előre, kész. Innen kellene folytatni, a következő epizódban 1 óra 36 perc van. Mennyire hosszú a izé a Darth Vader-i alakulás? Nem emlékszem annak a résznek a hosszára, ne hari. Ott is van fent még valami fegyver. Lehet, hogy a föld alatt minden jobb állapotban maradt meg. Ezekből a pókból lehetne akár robbanomós bigyulákokat is összeszedni, de úgy gondolom, hogy ezek viszont nem jönnek ám vissza. Tehát ez... Ezek eltűnnek, amint felveszed őket, tisztítod a térképet, ugye?
Traveler Spear. Mikor volt valami extra hatása? Olyan volt, mintha extra crit chance lenne rajta. Jobb is úgy vettem észre. Talán arra kell menni, amerre a fényt látom. Itt is tudnék egy valamit összerakni. 143 perc! Akkor abba kell hagyni az eldázást. Egy hetet fogok várni, hogy felmehessek oda. Oda? Nem, az nem is az a hely, nem? Mi lesz ebből? Hát itt ezek micsodák? Azok rakéták? Igen, vannak rakétáink. Rakéta meghajtású. Te ki vagy? Te ki vagy? Te mit csinálsz itt? Jó napokat! Ez igen. Azon beszarsz. És ez jön. Nem te... Nem, nehogy már ne tegyél benne kárt. Mit lehet vele csinálni akkor? Menjél onnan? Várjál, várjál. Amikor rámegy és megpróbálnod megemelni, akkor megáll. Na most mit csinálsz? Mivel vered ezt szét? Nem értem. Már ezt, hogyha visszarakod az időben, akkor mi történik vele? Ez semmi visszakerül a helyére. Mit tesz a mob, hogyha fogsz egy rakétát? Szóval nem tudja megfogni. Ezt fogd meg, és tapaszt hozzá. Nem, olyat nem lehet. Pedig egy rakétát, ha rászerelnél, aktiválnád és felszállna és elmenne innen a francba. Az milyen vicci lenne már. Hiányzik a bomba képesség. Hát itt ennél résznél látható, hogy hátrányban vagyok, ugye. Na jó, vegyük elő a durvítót, hát ezt így nem lehet megcsinálni. Mighty Zone 8 Longsword mehet. Nem hat rá. Mivel verjen meg? A Talus Hammerrel? Na jó, menjen a Talus Hammer. Ez most azért durability pocsékolás volt ám a javából. Ez a kard is viccinek tűnik. Na most, ha csinálnék egy helyből felszállót... Nem. Launchpad? Nem. Olyan kellene, ami olyan, mint ez. Igen. Csak hogy... Nem csak ennyi. Hanem még négy rakétát is. Rászerelünk. Jó, most eldől. Oké. A rakéták most fognak jönni. Engedd el! Azokat le tudja szedni onnan? A rakétával fogunk megemelni, felemelkedni. És amint azzal megvagyunk, utána kezdünk el szállni előre. Hát ez egy vakmerő próbálkozás, és tökéletesen belőtt irány szükségeltetik hozzá. Minek utána, hogy nincsen kormány. Kormány nélkül igencsak szarok leszünk. Dobd ezt el, Plash. Igen, itt bizony sehol nincs kormány. Akkor van értelme ennek? Onnan érkeztem, ugye? Nem, arra megyek. Mindegy, valami lesz. Ugye, először is megpróbáljuk azt megoldani, hogy felfelé menjünk. A négy tolórakéta energiája, amint... Várjál, várjál. Aha, jó, ez így még jó lehet. Amint kimerül. Talán ide is. Á, inkább szembe, jó? Tehát, hogy valahogy úgy legyen kiegyensúlyozott kantolják. Ha nincs kormány, mit fogok kerni? Hát a kis péniszemet fogom ott tekerni. Hát mit tudnék csinálni? Hát ugye itt ebből nagyon nagy bajok lesznek, már most látom. Na figyeld, figyeld. Abban az irányban állunk, ugye? Nem. Arra kell. Hát nem látjuk, hogy mi van. De mi lenne, ha lőnék egyet így? Ááááá. Jó, jó. Azt kell megoldanunk, hogy itt felszálljunk. Hát nem tudom. Mindegy, mindegy. Próbálkozunk. Jó, próbálkozunk. Ez a gömb, ezt még mindig nem tudjuk, hogy micsoda. Ez a valami. Ez mi lehet? Nem tudom, kirakom ide középre, aztán majd lesz, ahogy lesz. Én remélem, hogy ez nem valami beam, ami meggyilkol. Készen állunk? Hát akkor...
Azért rámentek. Ki tudja, hogy mi a fele fog ebből kisülni. A négy rakétás őrület mehet. Let's go. Az egy bomba? Az egy szedd le azt a szart, az nagyon nagy baj volt, hogy egy bombát tettem oda fel az órára. Hogy lehettem ekkora csiska, hogy rászereltem egy bombát, konkrétan ott az órára ennek a szarnak. És nézd meg ezt. Nézd meg ezt, barátom, az egy bomba volt. Jó, mondjuk nem mondom, hogy nem úgy nézett ki, mint egy bomba, mert úgy talán egészen rohadtul hasonlatos volt egy bombára. Érted? Azt hittem, hogy valami súly, tudod, hogy kiegyensúlyozza az orrát, miközben a hátsó négy rakéta az ott van. Istenem, de Amon meg tudta, hogy ez lesz, ugye? Amon szándékosan nem szóltál. Hát, konkrétan csináltam egy repülő bombát, mint Pistike. Abban a számban, ugye? Kispál és a borzal. Fuck me. Ez nagyon nagy butaság volt. Jó, és akkor helyezlek, kérlek, köszönöm. Nagyon megbántam, mindent tettem. Pedig olyan szépen mehettünk volna. Tedd oda, ahol nem való. Mindjárt megyünk, mindjárt tényleg. És már rögtön a bomba megölt. Mert a bomba miután megcsinált. Amúgy... tényleg ez még nem is jutott eszünkbe. Megváltozott a menetirány Kontiéknál. Konti, remélem, hogy nem haltál meg a HC karaktereddel így most másodszorra. Meséljetek, skacok, mik a hírek? Köszönöm szépen a rédet, szevasztok. Mi éppen egy kísérletet végzünk, de már most hamarosan megyünk mi is, mert a Dixordon szeretnénk még egyet filmezni. Várjál, most ez nem rakta oda a meghajtást? Ki volt ez? Elnézést, itt leborultak a hajtóművek. Szóval éppen azt próbáljuk meg kitalálni, hogy a bomba általi felemelkedés az működhetne. Ha ez valóban lejön onnan, tehát akkor mindenképpen így kell, hogy hajtsuk. Ez az. Készen áll a hihetetlen gép, ami rakétákkal emelkedik a magasba, és utána meg lesz tolva. Ugye ezekkel a... hát... propellerekkel. De mi történne abban az esetben, hogyha alulra raknék egy bombát, akkor szétcsicskít? Na most ez, mert érted, hogy mit mondok. Megfogod, és az... jó, az alján van. Jó, legyen ez az egész inkább kiegyensúlyozott. Nézzük meg, mi történik, hogyha... így rakod oda. Húzzuk rá a szerkezetet. Oda néz, barátom. Szerintem nem tud felrobbanni. Én úgy sejtem, hogy lehetetlen. Kettő bomba kezdetnek megteszi, jó? Nem kell túl gondolni a dolgokat. Két bombával emelkedünk fel. Az irányt megfelelően be kell lőnünk, mert kormányozni a szerkezetet nem lehet. Ebben rejlik majd a csoda. Azt hiszem, hogy el ne borulj, mert megőrlek. Várjál. Hát talán megmarad. Na, szerintem jó lesz. Akkor hadd szóljon. Várjál, lefele állok. Igen, jó, mehet. Kész. Bombák alul berobbannak. Oda néz. Őrületes extra meghajtás. Szerintem jó volt, csak elhasználódott az erő. Jó, ez nem rossz, legalább idáig sikerült eljönnünk vele. Innentől viszont nem lesz rakéta, ami meghajtson minket. Szerintem a bomba lehet, hogy egy kicsit túlzás volt. Lehet, hogy... tudod, ilyen note to self, tehát összeírod magadnak, hogy mi volt az, amiben csicska döntéseket hoztál. Hát szerintem a bomba az aljára már egy kicsit sok volt. Inkább hülye irányban tolta meg. És túl sok energiát vett el tőlünk. Arra itt lehet, hogy felmehetek felemelkedéssel. Nem tartom kizártnak, hogy itt ez működhet. Aha, hát egy bizonyos magasságig jó lett volna. De legalább nem haltunk bele, ugye? Tehát az is valami. Nem fog. Hopp, ott van, ott megyünk fel. Remélem, hogy a hídon felül nem a gloomban fogunk kiérkezni, nem? Ez jó, ez egészen tűrhető. És hogyha innen mennél tovább bal oldal irányba, ha valahogy sikerülne oda felmásznom, ha látnám, hogy hol az anyámba vagyok, ugye? Hát...
Necces, hát nem tudom. Itt fel tudsz menni. Ugye ez itt távol van, távol. Fel tudnánk menni, csak nem így. Nem ezen a helyen. Mondjuk a szobrokat meg ott látom. Hát ott. Ott a távolban vannak és ebbe az irányba néznek. Az... Mivel mondták is, hogy egy láncot alkotnak ezek a szobrok. Lehet, hogy jobban járnék, hogyha visszamennék ide. Innen próbálnánk meg egy adott irányba menni. Aha, ez azért is jobb, mert szerintem az a beacon, ami ott van, az nem véletlenül jelezte az utat nekünk, és akkor ezt meg kéne másznom, ha jól gondolom. Kellene egy monocikli, de szerintem a hegyen felmenne egyből. Dobjunk szerintem valamit, hogy lássunk már valamit egy kicsit, mert elég fúcsicskába nyomjuk így. Remélem, hogy Kontinak sikerült minden, amit kitűzött célként a mai napra, azért istenesen tolja a streameket. Rengeteg conten kerül ki a szemetek elé, és remélem, hogy bírjátok szusszal, meg azért, hogy pihenésre is jut idő. Szevasz, Szottyos, mi a helyzet, hogy vagy? Elméletileg egyre közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol... Aha, szerintem onnan már közelebbről leszünk. Ahol nem tudom, kijelöltünk egy pontot. És akkor innen, hogyha átugrasz, akkor megint valami... Nagy épületnél kötünk ki, aha. És ott van fent, oda kellene menni. Szerintem, hogyha általán megyünk itt ezen a részen, és már istentelen sötét van, de azért megpróbálom megcsinálni. Hájáj. Ja, mi is frankon vagyunk. Csak úgy érzem, hogy ez egy labirintus a föld alatt. Úgy érzem, hogy ma nem sikerült annyit előre haladnom a játékkal, mint amennyit szerettem volna. Rendkívül jól el volt dugva minden a szemünk elől, azt hiszem. Most nem is látjuk, hogy mi van fent, ugye? Aha. Hát jó, a sötétben a labirintus az nem lesz a barátunk, az is fix. De valószínűleg kívülről kellene felmásznom rá. Ott is van. Ott is van egy gyökér. És az a szobor pedig... abba az irányba áll, hogy arra kéne mennem. Viszont itt a fölöttünk lévő részen is van egy. És hogyha elhajítanék egy Bright Bloom Seedet erre, ez is segít valamit. Szerintem itt fel kéne másznunk. Hogyha feljut, már nagyon közel vagyunk a sárga ponthoz, tudod, ez az, ami zavar. Muszáj lenne valamilyen utat, módot találnom arra, hogy feljuthassunk oda, és akkor utána már meg lesz minden. És ez, ahol vagyunk, ez annak a labirintusnak, basszus, most esik le. Azt a mindenit. Annak a labirintusnak a lenti része, amit az előbb megoldottunk a világban, és akkor láthattuk, hogy még az égben is van egy. Tehát egy labirintus nem csak a föld felszínén létezik a játékban, hanem itt az ősi romokban is itt van, és az égben is ott lesz, és ott lebeg egy tégla. Most labirintus csinálsz? Nem, most mászok egy falon. Miért mondod? Nem tudom. Hallod, most esetlen, most világosodtam meg, hogy a labirintus az három helyen létezik a játékban egyszerre. Mármint, hogy három labirintus legalább, vagy lehet, hogy négy is van. De érted? Nem fogok tudni felmászni, le fogok esni. A fene vinni. Kevés stamina hiányzott mindössze. Csak idáig kellett volna felmásznom. Csak innen meg lehet dobálózni. Szóval ide akartam eljutni. Csak mert ez vicces lesz, amikor rájössz. Az biztos, hogy ezt itt... Ez volt a Mocus is... mondjad már minek, Shrine-nak ugye a lenti részen. Most felfedi szépen a környéket nekünk. Ez volt kijelölve, tehát idáig akartam volna eljönni, de innen még más is lehet. Vicces lesz, amikor rájössz. Azt nem tudom, hogy itt fel lehet emelkedni például. Itt fel lehetne menni ennek a tetejére, de... Ha, az csak odáig vinne fel minket. Az lehet, hogy már egy kicsit közelebb visz mondjuk. Próbáljunk feljutni. Itt akkor a glúmája majd el az utunkat, nem lesz annyira egyszerű, hogy nem feljutnunk.
Bár lehet, hogy mégis. Elképzelhető, hogy ezt nem is így kellene megoldani. Engedd el, jó. Á, Józsi, már megint nézzenek oda, már megint hol van a staminát, ez seggfej. Jaj! Várjál, itt meg lehet állni? Link, meg tudsz ott állni? Meg. Stamina regen. Á, engedd el. Nem lenne, hogyha nem mozdulsz előre, akkor az a baj, ha meg előre mész, az a baj. Alattunk van a labirintus, ugye? Itt dobáltam szét az utcaimat. Ez pedig az a rész, amit láthattunk lentről. Mert lehet, hogy nem is innen fentről kell megcsinálnom, lehet, hogy inkább lefele kellene jönnöm. Lehet, hogy be kellene menni. Itt ez az oszlop kapcsolódik fent azon a részen a labirintushoz, amit alulról láthattunk, és hogyha meg tudnám oldani ezt, hogy hogy megyek ide be. Azt még nem látom, hogy hol van a bejárat. Szentély az e fölött a rész fölött van. Ott legalább már látjuk a következő részt magunkkal szemben. Ezt be is jelölöm sárgával, szerintem az jó helyen lesz. Tehát itt hátulról kell bemenni? Nem, mert le van zárva. Hogy mehetsz be oda, ha le van zárva? Nem értem. Próbáljunk körbe repülni, lehet, hogy az oldalán találunk valamit. Hogyha lenne egyetlen egy kis beszögellés. Hát... itt szerintem nem lesz végig. Ha valahol... mert hogy még lentebbről kell bemennem? Mert hogy van egy barlang a barlangban, és az vezet be alá, és akkor onnantól alulról mehetnénk felfelé. Hát Amon, én bevallom, nem tudom, hogy ez hogy lesz. Nem nagyon látok lyukat. Ha bemászhatunk. Valószínűleg csak időpocsékolás, és már is mennünk kell, inkább filmezni. Hiába azért 8 óra Zeldának elégnek kell lennie egy napra. Nagy sajnálatomra is bár. De lehet, hogy valami gépezettel kellene felszállni, vagy... lehet, hogy át kell törni... hát... nézd, itt van egy sín. Egy sín, ami... egy felszálló pályát... csinál szoborhoz. De ebből bármi lehet így elnézve. Van kormány. Még kormánya is van. Gyert összeállítja a környéket elemezve. Ez megvan. Nem. Mindjárt még a kormány... na mondom, a kormány. Várjál. Még az jöhet rá. És akkor felszállunk majd. Próbálunk elmenni a másik területhez. Melyik irányba lenne ez jó? Így. Ez jó lesz. Kell, hogy lehet valami világítson is az órán mondjuk. Megtessük rá a sínre. És induljunk el. Rakéta van esetleg? Nem, az pont nincs. Jó, nem kell, hogy minden rakéta meghajtású legyen. Karó az van. Nagyon elő vannak ezek a propellátorok, nem igaz? Nehéz egyébként abba hagyni ezt a játszást, főleg, hogyha ilyen legúzásos elemek vannak. Itt attól tartok, hogy ez visszaható erővel bír. Inkább innen kellene megindulnom. Így, és akkor mentés, hadd szóljon. Nézzük. Jó, elindulunk ezzel. Ez már az útsó elem. A fél időt se tudtuk itt megoldani. Fél távot, úgy mondom. Kell majd még a 300 őrületes. Hát... talán. Idáig még el tudunk evickélni éppen, hogy csak alapon. És akkor itt szépen megülünk. Ha feltöltődne az elem, akkor lehet, hogy tovább is tudnék menni, de... egyszerűs. Lehet, hogy a világítás vette le róla az erőt. Lehet, hogy nem kellett volna világítanom, nem így van. Az még egy szobor.
egyik a másik után. Elegendő egyet jelölni, ugye? Hát a másik az már... Hát szóval, hogy az mutatja neked az irányodat, nem kell neked ott még extrákokat felvenni. Nem fogom tudni szerintem a gépet megfordítani. Hogyha le tudnék jönni, nem lesz elég időm arra, hogy megfordítsam a levegőben. És hogy magasra szállhassak, ugye? Próbáljuk ki. Felszállsz, beindul. Hát, talán, oké, jó lesz. Legyünk még egy kicsit magasabbra. Hát csak az a baj, hogy ez kevés, ez az energia, ezt jobban meg kell hajtani. Talán nem annyira rossz most, hogy eljutunk odáig, ugye? Nice, működik. Megvan! Feljutottunk magasabbra, ez lehet, hogy nem is annyira szar, mint ami ennek kinéz. Ott is van egy gigaklánőrület, és ott is van egy gyökér előttük, nem is annyira szuper messze, valamint itt valaki... Ki ez? Ezek kutatók? A Groom elintézett, mondja. Te segíteni jöttél? Ez nagyon szenvedés, be vagyok vonva a Gloommal, és kell egy Sundelion, tessék, itt van. Á, megmentettél, köszönöm. Igaz, életmentő vagy. Oké, szóval beléptem a Gloomba, megeszi a vitalitásodat, igen, blablabla, menj a felszínre, használd a Sundeliont, amennyire tudod, blablabla, igen. Ez egy igaklán tag. Sajnos. Azt hittem, hogy jól teszem, hogy segítek neki, de nem. Lehet, hogy ez csak egy álca volt. És nézd meg a csicskát, hogy helyben hagyott. Majom! Meg is érdemelte, amit kapott. Mondjuk ez a 20 rúpia, az még nekem lesz jó. Ez milyen szerkezet? Mi ez? Ha ezzel lehet, hogy a Gloomban tudnék haladni. A labirintust azt látjuk ott a másik oldalon. Íj, az mondjuk fájdalmas volt. Nem kellett volna ott lennie. És hogyha ezt ebbe az irányba beállítod, akkor mit csinálsz? Nem, abban az irányba állítod be. Akkor átkelhetsz itt a Gloomos területen, ugye? Nézzük. Érdekes, hogy képes csúszni egy szánkóval. Figyelj, teljesen jól működik. Nem látunk semmit, mert nem szeretük fel rá a lámpát, de tűnik, hogy nem is kell. Mert hogy itt van már a fénykibocsájtó gyökér. Ami felett pedig ott van a Shivakama... Micsoda? Shivakama szentély, igen. Na, hát mind a kettő gyökeret megtaláltuk végül is, amit csak itt még a délfelé lévő területeken elterülhetett, úgyhogy jó nagy részt fedeztünk fel mind a kettő epizódban a felszín, vagy a felszín alatt elterülő mélységből, és emellett még ugye mai epizódban a fősztorin is tovább mentünk egy kicsivel azzal, hogy a geoglifeket kutatványoztuk. Na, hát akkor idáig jöttünk, és innen megyünk legközelebb majd. Ennél a Troynál állunk meg, és nem felejtjük majd el az övünkre akasztott akkumulátorokat egy kicsit feltápolni, hiszen már ott tartunk a játékban, hogy még 3-at hozzáadhatnánk, 3 energiacellát a jelenlegi 5-höz. Azért az sok, mert az már majdnem 3-szor olyan hosszú idő, mint ameddig a játék elején voltunk képesek hajtani a szerkezeteket, és azért nem mindegy, hogy meddig tudsz így szádosni, meg hogy milyen gépeket tudsz összerakni, amiknek mekkora energiaigénye van. Szóval érted, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon király, és szerintem eredményes epizód volt, de mégsem érzem azt, hogy sikeresen... Tehát, hogy annyi mindent beletettünk volna ma a játékba az elmúlt 8 órában, mint amennyit szerettem volna. Bár azért haladtunk, de azért nem annyira, mint amennyire szerettem volna. Hát ez ugye az open world játéknak az átka. Ó, nézd csak, micsoda? Kifa 1000-rel tolja a Hunt Showdown című játékot, hát át is raidelünk. Na jó, szóval, hogy megyünk, aztán nézzünk valami filmet az elképesztő Dixordon, és ti pedig jók legyetek, holnap mennyiségi diablózás, minőségi diablózás helyett. Úgy látom, hogy Suri és Kifa nyomják, szerintem duóban igen, viszik ki a bountyt éppen. Na, hát akkor biztos, hogy jól fogtok szórakozni, jók legyetek. És aztán holnap akkor Diablo 4 következik. Csá-csá!